Mindenkit üdvözlünk. Én Németh Gergő vagyok, a Advaita Jóga Központ vezetője, és nagy örömmel mutatom be vendégeinket, akik ezt a két csodálatos művet megjelentették Magyarországon, illetve fordították. A Vászista Jóga képviselőt nem tudom milyen minőségben, vagy fordítóként, csodálatos. Az Ádám fordította a kettőség nélküli tudás lámpását, illetve az István pedig a kiadásért felel. Diószegi Ádám és Marik István a... Melyik könyvkiadónak vagy a szerkesztője? Marik István és az Alunács, tehát a Filosz kiadónak az Alunács alakönyvnek sorozatának vagyok a szerkesztője többek között, amelyik az Advaita sorozat. A mai esemény azért annyira örvendetes számunkra, hogy az Advaita filozófia, ami különben az egész világon elég kevésbé ismert, mert egy elég nehezen emészthető filozófia irányzat, ugyanakkor pedig az összes komolyabb indiai filozófia irányzat mögött és mellett ott húzódik azért folyamatosan. És két olyan alapmű jelennek most magyarul, viszonylag rövid időn belül, ami eddig még Magyarországon nem nagyon volt hozzáférhető, azt gondolom. És a csodálatos az, hogy két egymástól teljesen független társaság egymástól függetlenül és egymástól nem tudva jelentette meg, ami számomra valahol azt jelzi, hogy az Advaita filozófia az Magyarországon kezd előtér kapni. És ugye a mi vonalunkról Ganga tavalyi, meg tavaly előtti látogatásai nyomán kezdett el az élet egy kicsit föl pesdülni ebben a témában. Nálatok pedig, ha jól tudom, Maharishi, a TM meditáció, és szintén Advaita vonalon mozgó tanítója, egy nyomdokán haladtok. Akkor én azt kérném, hogyha te elmondanád a könyvről, amit gondolsz, hogy tudnunk kell. Jó. Hol kezdjük? Kezdeném az, hogy jött az indítatás nekem jó fordításhoz. Tehát én ezzel a művel 1995-ben találkoztam, akkor egy barátom volt így a kezembe, azt mondta, hogy ez neked jó lesz. Itt ilyen talán barátom volt egyébként, akkor én nem tudtam, hogy mit jelent ez, szóval elkezdtem olvasni, és azóta neki nem tudtam letenni a könyvet. És utána, amikor ezt elolvastam, akkor már megfogad bennem, hogy ezt majd egyszer jól lehet magyar nyelven elérhetővé tenni. Aztán közben én is ilyen talán lettem, és hát ott Maharishi is többször említette ezt a művet, mint a megvilágosodásnak egy bizonyos lépcsőn egyik legfontosabb, ami ugye két ilyen mű van ma a világban elérhető, tehát ami ránk maradt szó szerint. Az egyik ez a Vászista Jóga, vagy Vászista egyébként, tehát ha szépen ejtjük, és ugye a Brahma Sutra Vyászától, csak a Brahma Sutra az egy kicsit tényleg nehezen emészthető, még a ilyen komoly háttérrel rendelkező emberek számára is. És hát mivel ez tényleg így a hétköznapok emberének szólt, illetve nekem azért tetszett, hogy mind a két művel foglalkoztam, a Brahma Sutrával is, illetve ezzel is, illetve Maharishi is foglalkozott mind a két művel, de ebben az a csodálatos, hogy ez a mű alapvetően önmagában is helytálló. Tehát mert nem kell hozzá igazából olyan jellegű mesteri jelenlét, mint a Brahma Sutránál, ami alapvetően tényleg szükségeltetik. Tehát hogy egy realizált ember, úgymond a szutrák értelmezésénél, miközben te olvasod, segít esetleg bizonyos dolgoknak a mélységére is rávilágítani. Na most ez a Vászista Jógánál szerencsére úgy van, hogy maga a mű az, ami folyamatosan, hogyha valamit még nem értettem meg, mondjuk ott teljes olvasások, mert annyiszor, annyiféle nézőpontból fogja végül, és a végső igazságot, mert erről van szó, hogy a valóság végső igazságának a természetét annyi oldalról, annyi nézőpontból fogja megvilágítani, hogy egyszer valahol csak elkapod a fonalat.
Ha meg nem jön össze első olvasásra, hogy a mű is azt mondja, akkor fordítsd az elejére, és kezd újra. És akkor addig olvasd, vagy még egyszer csak beáll a aha élmény. És ugye, ahogy Gergő is mondta, én is tényleg ezt már nagyon régóta tervezem. Igazából a 2003 óta terve van ennek a műnek a megjelenése, akkor még én úgy terveztem, hogy majd a feleségével a saját kis kiadónkban ez lenne az első kiadásunk, az első debütáció. Csak akkor a műknál fog, hogy anyagilag nem jött össze, aztán most nekem is két barátom, akik egyébként tanítványaim is. Kornél nem tudom, itt van-e. Én emlékezett meg, itt lesz majd az egyik külük, aki benne volt a anyagi szponzorálásban. Akkor ők azt mondták, hogy mikor volt az 2009 környékén, hogy na akkor itt az ideje, adjunk ki. Már csak azért is, mert mi is el szeretnénk olvasni. Nekik is meg volt angolul, csak úgy olyan szinte nem tudtak angolul, és ezért úgy gondolták, hogy na akkor itt megjállnak. És így született. Én egy olyan egy éve dolgoztam ennek a műnek a fordításán, ami hát részben hosszú, de egy ekkora műnek nem is olyan hosszú, azt nézzük. De csak annak köszönhető, mert tényleg azt lehet mondani, hogy én mondjuk ezt a művet ismerem. Hát majdnem minden évben, ha nem is végig, de azért sokszor beleolvastam. Hát egyes részét majdnem betéve tudom. És így született a mű. Olyan nagy indítatás abban az értelemben, hogy most azt mondtam volna, hogy hú, Magyarország elérkezett arra, hogy talán ennek érdemes lenne megjelenni. Tehát nem ilyen volt, egy belső érzés igazából. Még az is, én most a véletlennek tulajdonképpen mélypont 2012, ugye van a műben egy utalás, ezt mindig sokszor ugye kihangsúlyozzák, hogy a dolgokban, amikor te rációt látnál, az csak annyira ráció, mint hogy a kókuszpálmára lászál a holló, és éppen akkor leesik a kókuszdió. Semmi köze egymásnak a két jelenséghez, mert alapvetően lehet, hogy csak annyira leszállt a holló, és pont akkor egyébként a kókuszdió is esne le. És attól mi meg úgy gondoljuk, hogy okokozati kapcsolat van. Igazából ennyire sem volt semmilyen komolyan okokozati kapcsolat, mélypont 2012, mert most mélypont így együtt. De ha megnéznénk a mélységét, akkor lehet, hogy kiderül, hogy nem életlen, és nem életlen lassú, hogy pont egyszer jelenik meg két olyan mű, amiben most én is már beolvastam a másik műbe is. Amiben ráadásul még ugye utalnak is a baszistára, mint egyik fontos ilyen gerinc, hogy nyomatékot ad, hogy ez a tanítás már nem most van. Ki volt az első, ugye a baszista, amikor rám át tanította. Tehát ilyen értelemben nyilván nem véletlen, és ugye azt sem értem, hogy aztán ez így összeállt, hogy itt minden ilyen minden. Igaz, mert a Gergővel egyszer lélekben összefonódtunk, de hogy most akkor ez így jött, ez is, hogy akkor üljünk össze, aztán beszéljünk a két művel. Tehát nagyjából egy nagyon tömörű lenni, aztán meg gondolom, hogy is valami kérdeztek, hogy mit szeretnétek róla tudni. Valami röviden lesz szerintem. Nekem az indítatásom az volt, amivel kapcsolatban, hogy amikor rátaláltam az abait a filozófiára, akkor ígértem volt valahogy, hogy ez annyira tiszta tudás, ami ránk maradt, hogy érdemes foglalkozni előtte, és azt, hogy mindenki van itt ebben a teremben ezzel, járt a mesterekhez, meg természetgyógyászat, meg könyvek. De valahogy mindig azt éreztem, hogy mindegyik jó valamilyen formában, meg segít, előre visz, inkább csak a gondolat halmozomat tágítja a világról, nem igazán egy valós tudást ad, nem egy evidens tapasztalást a valóságról, hanem úgy az elmém úgy beépíti bizonyos részeit a világképembe, valamit úgy elvet, valamit úgy kicserél. Nem jutok közelebb a valódi megértéshez, hanem úgy a saját kis világképemet láthatom meg. És abban itt volt egy olyan dolog, ami azt éreztem, hogy nincs meg ez az elmének az elemző mechanizmusa közben, hanem hogy minden alapvetően átmegy rajta, és ugye evidens, hogy ez így van is kész. Nem gondolkodtam ugye rajta, hanem persze, hogy így van. És akkor kezdtem ezzel foglalkozni, hogy akkor ezt kicsit bőrben megértsem, hogy mégis mi össze van az abbaita. Ott a Maharshi, meg a könyvek, meg a Gergővel beszélgetünk sokat erről, és azt mondható képzésen említette a Gergő ezt a Advaita Buddha Dipikát, Advaita tudás, vagy a kegyesügyi tudás lámpását, hogy jó lenne, hogy ezt lefordítanánk, akár közösen, vagy új darabokba, hogy jó lenne, hogyha magyarul is meglenne. És akkor vágtam volna vele, mert pont ilyen diákmunkában dolgoztam egy cégnél, és rengeteg szabadidő volt, és akkor abszolút ilyen gerilla vállalkozás éppen elkezdtem ezt lefolytatni, és akkor mindig részét megcsináltam, utána Gerivel megbeszélgettük, és így haladtunk benne. És aztán találkoztam az Istvánnal, aki mondta, hogy pont neki is terve volt ezt, hogy ezt szeretné kiadni. Ez ugye már 4 éve ezelőtt volt, nekünk is ez 2020-as volt, mire összejött. Itt többféle okból, főleg az indiai kiadóban nem találtuk meg a hangot, valahogy mindig rossz helyre kerültek az e-mailek, és szerettük volna mégis egy papír kapni erről, hogy kiadhatjuk. Ezzel ment egy csomó idő. Úgyhogy talán igazából megint.
az én viszem az egészbe. És akkor a műnek a történetéről pedig is sok gondolatot beszél. Egy pár gondolatot arra, hogy én szívesen beszélnek egyrészt arról is, hogy Magyarországon szóba került ugye a Magyarországon az Advaita Védántának a fogadtatása, ahogy tetszik, vagy hogy milyen művek jelennek meg, és kik adják ki, vagy milyen módon jelennek meg ezek a könyvek. Másrészt magának a, ennek az Advaita Bodha Dipikának a történetéről egy picit beszélnek. Tehát igazából Magyarországon én azt hiszem, hogy nagyon jó kezdésként 1936-ban már az India titkai megjelent, amit Paul Branton írt, ugye, és a Bhaktai Ermi lefordította két évvel az angliai kiadás után, és abban már a Maharshiról, és itt most felhívnám a figyelmet, hogy két Maharshiról beszélünk, tehát a, ugye a Maharshi Mahesh Yogi a transzcendentális meditációnak a, az atya és a kialakítója, és a Sri Ramana Maharshi, aki ugye az Arunachala bölcseként vált ismerté, és a Branton-féle India titkaiban is ő szerepel, egy másik Maharshi. Bocsánat, csak hogy nem rokonok, a Maharishi azt jelenti, hogy nagy tanító. Nagy látható, igen, egész pontosan. És a Maharshi, a Sri Ramana Maharshi nagyon nagy becsben tartotta ezt a könyvet, és a, az ő, tehát a Sri Ramana Ashramam adta ki a könyvet angolul. Tehát ebben a sorozatban, ebben az Arunachala könyvek sorozatban, ami 1998-ban indult, ez már a 15. Advaita kötet, és ez annyiban jelent újdonságot többihez képest, hogy, hogy itt nem egy, egy kortárs mesternek a művét vagy beszélgetését adtuk ki, hanem, hanem egy Szentiratnak nem biztos, hogy merném nevezni az Advaita Bodha Dipikát. Minden esetre egy, egy régebben keletkezett, összefoglaló jellegű mű. Elég sokat keresgéltem, ő Karapátra Szváminak hívják a szerzőt, de hogy pontosan mikor élt, nem sikerült megtalálnom. Lehet, hogy nem jó helyet kerestem, nem elég hosszú ideig. Minden esetre a 18. század tájékára tehető. És ahogy szóba került már, sokat idéz például a Yoga Vászistából, sokat idéz Sankarától, és sokat idéz Vidyáranya Szvámitól is, tehát azoktól a nagy, nagy advaitinoktól, vagy nagy advaita művekből, és megpróbál egy ilyen összefoglalást készíteni azok számára, akik mondjuk ilyen nagy műveket nem biztos, hogy el tudnak olvasni, vagy nem hozzáférhető számukra. Ez ugye ez a Advaita Bodha Dipika, ez, ez tamil nyelven jelent meg, de van szanszkrit és egy másik dravida nyelvű kézirat is. És ami még érdekes, hogy ez a könyv, ha elolvassátok majd, vagy ha olvastátok is, nagyon kompaktnak tűnik, úgy tűnik, hogy, hogy szinte minden benne van, ami az Advaita összefoglalásához szükséges. De érdekes módon a 12 fejezetből az utolsó négy elveszett. És így is egy nagyon értékes mű, és az ember csak csodálkozhat, vagy kíváncsiskodhat, hogy vajon az utolsó négy fejezet az, az mit tartalmazhatott, hogyha ebben már egy minden benne van. Az 8. fejezet már arról szól, hogy az elme kioltása ez a címben. Tehát amikor teljesen volt az elme, utána van négy lépés elmű. Szóval. Igen. Úgyhogy, tehát ez egy érdekessége a könyvnek. Maga, tehát Indiában is keresik a kéziratot, hát ha még valahol felbukkan, de egyenlőre még nem találták meg a hiányzó négy fejezetet. Hát szerintem itt nagyjából talán ennyi. Még az érdekes, hogy, hogy, hogy valóban Advaita művek azért olyan gyakran nem jelennek meg Magyarországon. Viszont érdekes, hogy mindenképpen megemlíteni, említéssel méltó, hogy a Yoga Vászistának egy kivonatolt verziója, egy kicsit rövidebb verziója a Kairosz kiadónál pár éve megjelent, és azért úgy itt ott lehet magyar nyelvű advaita művekre bukkanni, de mondjuk tudtommal
sorozatként, vagy szóval szisztematikusan nem adtak ki az, ezen a Rulácsonak könyvek sorozaton kívül az Adlaita könyveket. Én annyit fűznék hozzá még ehhez a történethez, hogy én azt gondolom, hogy az Adlaita könyvek azért nem lepik el a piacot, két okból kifolyólag. Egyrészt ugye a kereslet azért ez erre korlátozott. Egy viszonylag, tehát nem sok mindent ígér az Adlaita, nem ígér olyan szép dolgokat, mint más tanítások, és ez kevésbé a nagy tömegek számára, és egy viszonylag szűk, igazán komoly elhivatott kereső gondolkodó van, aki ezzel hajlandó komolyabban foglalkozni. A másik oldala pedig az, hogy az Adlaita tanítók azok nem nagyon írogattak. Tehát nem jellemző, mint mondjuk egy Szóval egy Adlaita tanító az általában sok indítatással nem bír, hogy publikálja a saját neve alatt, ezért az Adlaita könyvek túlnyomó többsége az a tanítványok által lejegyzett beszélgetéseket tartalmaz, a semmi más. És igazából Shankarán kívül, akinek ugye van a Vedanta szútrája, ezen kívül a Brahma szútra és a Vászista jóga azt hiszem az egyetlen ilyen komolyabb Adlaita alapmű, illetve lehet, biztosan lehet még találni. Mondjuk azt, hogy az ismertebbek. Istók még ismer egy párat. Nincs sok, maradjunk abban. Istók még tud mondjuk ötöt, de... A Brahma szutra jött. A Brahma szutra is megjelent magyarul, csak Vaisnava, ezt akartam mondani. Vaisnava fordításban, és fejében a figyelmet, hogy ez egy egész más megközelítés. Hát egészen. És egy egész más kommentárokkal ellátott mű, tehát én nekifutottam a Brahma szutrának, a Brahma szutra Vaisnava kiadásának magyarul, és nem volt benne meg az a revelatív öröm, mint amikor ezeket a műveket olvastam. Egyébként a Ruzsa Ferenc az eltérőlő, hogy csinált egy picit még a Brahma, nem a teljes Brahma szutra, csak néhány szutrát, az is nehezen olvasott, tehát a filozófia tanszék, amit elmazsoláznak rajta. De tehát itt, ugye haladó embereknek tényleg eléggé érdekes az olvasása, tehát azért már van egy-kettő. Szerintem azt is, tehát minden esetre azt érdemes tudni, meg biztos tudjátok is, de azért hát, ha valaki nem tudja. Tehát három alapmű van a Vedantának, a Bhagavad Gita, a Brahma Sutra és a Upanishadok. És akkor ehhez fűznek kommentárokat. Igazából kérdezhetem én, mert ugye a Brahma Sutrához, amikor Vyasa rájött, hogy amit leírt annyira tömény, ezt nem lenne érti, akkor a Srimad Bhagavatamot megírta, ami alapvetően az ő kommentárja a saját Brahma Sutrájához. Tehát a Srimad Bhagavatam az alapvetően a Brahma Sutra kommentárja magától, Vyasától, csak ezt már nem mindig szokták járni. Ezt nem. Tehát hogy a Vedanta három alapművéhez nem? Úgyhogy, és egyébként elárom a titkot, abban van benne, hogy mi volt utána, amikor kialudt az elme. Azt tartalmazza ezt. Jó, csak azért, hogy csak fogalmilag így tisztázzunk. Egyébként a Vasszista mellett ezt utalást én is csak azért tudom ennyire tisztán, mert én sem tudtam. Itt a Vasszista elején említik ezt meg, hogy a Srimad Bhagavatam az akkor született, akkor Jász is rájött, hogy egy kicsit tömény, tehát egy pár ember, akivel úgy vagyunk, az megértette, de a többieknek ez nem biztos, hogy egyből bejön. És akkor írt egyet, és utána ugye a fia, aki hordozza majd, ugye a sokat végül, aki lesz az egésznek a hordozója. Egyébként ez a másik terv most, hogy ezután lehet, hogy azt fogjuk lefordítani. Egyébként a Vaisnavák kiadták a Srimad Bhagavatamot, és egy 12 kötetes, de hát... Szabad. Valaki megtenő, hogy beengedi az ajtónak ki. Tehát azt elolvasni is elég tömény, már csak a verseket meg a hozzá fűzött, tehát magát csak a fordítást elolvassátok, az tényleg egy tekintélyes mű. Hát ott megint a Vaisnava szellemiség az, ami kicsit jobban láthatotta. Úgyhogy így már van egy is meg a folytása, de most megpróbáljuk meg, van egy teljesen tiszta verzió, és akkor már lehet, hogy az lesz a következő. Most tehát ez még csak fel. Jó, hát ugye én arra szerettem már kiukadni, hogy én is ugyan az Adlaita Vedantának vagyok a nagy tisztelője, de ettől függetlenül nem csináltuk úgy, mintha a Vedanta az csak az Advaitából áll, nem? Tehát van a Dvaita Vedanta, a kettőséget hirdető, és a Visistá Dvaita, amelyik egy kicsit ilyen köztes. És mind a három ugyanazokat a műveket használja fel, és ugyanazokat kommentálja. Tehát mondjuk egy Dvaita kommentár a Brahma Sutrához, az nyilván egész más lesz, mint egy Advaita kommentár, és nem is láthatjuk egyiktől se, hogy... És ezt nem is fogadják el. Tehát ugye
az advaita kommentárokat például a advaita szerzők nem fogadják el hitelesnek, hanem azt mondják, hogy ez lélegzés. Talán érdemes lenne ezt tisztázni, hogy mi advaita, advaita, mit nem. Tehát mindenki tisztában van, ezek nem biztos, hogy alaptudás ez. Úgy beszélgetünk róla, mint hogy ez egy ilyen evidencia. Bársaségesen valami megbeszélgetünk. Bászlók a hallgatóságot is. Röviden csak annyi, hogy az advaita... Volt egy barátom, hogy az egyik kérdezik. Társa ki a kérdásból részt. Hát röviden is némileg leegyszerűsítve a helyzetet. Az advaita azt mondja, hogy egyedül a világ alapjához szolgáló brahma létezik, és maga a világ, a egyéni létezők és a személyes Isten az nem, valójában nem létezik, nincs állandó léte. Csak a... Hát magyarul nem is, sokszor nem is fordítják le a brahman, nem tudom, ki lefordítottátok. Hát én úgy hagytam, igazából lehet teljességnek fordítani a tehát a végtelen táguló, tehát ez ugye a brahman az azt is jelenti, hogy végtelen, meg hogy tágulásra képes, a legnagyobb, a minden magába foglaló. Én maradtam, hogyha zárójelbe betettem, hogy a teljesség, tehát ami minden magába foglaló, ami csak létezhet. Tehát ezzel a teljességből maradtam inkább, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb, tehát az már mihez képest a legnagyobb. Tehát a teljesség abban minden benne van. Az összes végtelen, meg minden, és ebben maradtunk aztán, de inkább hagytuk a brahmant. Ami azt mi sem nagyon szoktuk lefordítani a brahmant, még a Vanyan Upanishad fordítás, amelyben a hatalmasként szerepel. Egyébként lehet angolul is, mert a brihből és a tágulás jelent, tehát úgy állandó tágulásra képes. Tehát azért mondom, hogy összetett az a dolog, de mondom, a teljesség nekem az a kifejező volt, tehát hogy a teljesség tudat, tehát az, amivel minden magában képes foglalni. Igen, tehát hogy az advaita szerint egyedül ez valóságos, a többi minden csak illúzió, káprázat. A dvaita szerint Isten létező, az egyéni lelket is létezők, és a kettő közötti minőségbeli különbség van. Tehát az egyéni lélek sohasem válhat azonossá az Istennel, és a célja az lehet, hogy felismerje az Istent, és tisztelje, és odaadó szeretettel imádja. Tehát ez a dvaita, vagy kettősséget elfogadó védánta, és van a visistá dvaita, amely azt mondja, hogy van a brahma, vannak az egyéni lelkek, mind a kettő valós, a világ is valós, de az egyéni lélek azonossá válhat brahmannal. Hát, hogy ezek már kicsit ilyen filozófiai finomságok, nem is akarnék belemenni, csak nagyjából az egyik az nekünk talán egy picit ismerős lehet a kereszténységből, a dvaita, ugye, hogy az hogy Isten az abszolút módon túl van az egész jelenségvilágon, és az ember soha nem érheti el, vagy nem, tehát hogy ugye a kereszténységben eléggé blasfémikus azt mondani, hogy én Isten vagyok. Márpedig az advaita védánta azt mondja, persze nem az egóra értve ez alatt, nem az egót, hanem azt, hogy az embernek a önlényege az azonos az isteni lényeggel. Jó, esetleg ami nekem még hiányzott tőled, hogy a rasszista joga története. Hú, a könyv is azzal kezdődik, hogy még Indiában is próbálják kikutatni, hogy ki lett az eredeti szerző, mai napig nem tudják. Azt tudjuk, hogy létezett egy ilyen nagy bölcs, ugye ezért is tudnunk a nevet, hogy Brahma Rishi Vasista. Ugye a rishiségben is vannak jelzők, jó? Tehát három rishi típus tartanak, összesen négyet, ugye az indiai tanításban és a védikus hagyományban, amiből az indiai hagyományok is aztán átrepültek. Ugye van a Raja Rishi, van a Deva Rishi, és van a Brahma Rishi, és aki ezt a hármat egybe tudja fogni, azok a Maha Rishi, tehát a Maha Rishik. Tehát ugye nagy, mindent átfogó, Maha. Na most ugye Vasista az Brahma Rishi volt, tehát aki a teljességet, ezt a végső valóságot élő, és azt közvetlenül tapasztaló, létező. Ugye a Deva Rishi az, aki a teremtésnek a, még az aktivitási, tehát a teremtő fázisát tapasztaló Rishi, és a Raja Rishi, aki meg kimondottan az anyagi világban, ténykedő, látó, tehát általában a védikus hagyományban a megvilágosodott uralkodókat, akiket magyar nyelven szakrács uralkodónak hívnánk, azok voltak a Raja Rishik. Tehát akik törvényeket adnak, társadalmat építenek és embereket, társadalmakat egybefognak. Ezek akkor belül rishik voltak, tehát megvilágosodott vezetők. És ezekben így a védikus tanítás ez így megkülönböztetés, tehát Vasista az Brahma Rishi volt. Tehát a védikus hagyományban három inkarnációját tartják számon, ugye az első, amikor Isten fiaként, tehát Brahma gondolati
formájaként ugye Brahmaputrának is hívják őt. Tehát ő is kimondhatta magának Isten fia, mint ahogy a kereszténységben ugye Jézus. Tehát ez volt, ez állítólag a Ráma időszak előtt 20 ezer évvel volt ez az inkarnációja. Aztán utána inkarnálódott később, 10 ezer évvel később, és ugye Ráma időszaka előtt 2000 évvel inkarnálódott, az volt a harmadik inkarnáció, és az az inkarnációja volt az, akit Rámát tanított. Most még Ráma időszakát sem tudjuk történelmileg hova tenni, jó? Most elállok nektek ezzel kapcsolatban egy számot, állítólag most találtak ezzel kapcsolatban nyomokat Indiába, ugye megtalálták a tengermélyén azokat a híd kőmaradványokat, amiket Ráma épített ugye Lankára, amikor ment Rávanát elpusztítani. Ez ami ugye a Rámajanának a része. Tehát a Rámajan az is egy ismert eposz, ugye a Ráma világuralkodónak az élettörténet, és ez a mű alapvetően annak a nyitó története, hiszen mielőtt Ráma elmegy Viswamitrába, vagy aki másik Brahma rishi volt, ugye, hogy a jagjáját megvédje a beavatkozásoktól, azelőtt ugye ő még nem volt teljesen megvilágosodott, és hát nem igazán akart elmenni sehová. És úgy kijelentett, hogy alapvetően a világ lényegtelen, ő nem akar csinálni semmit, ekkor volt kb. 16 éves. És hát a rishik összenéztek, hogy gyerekek, itt valami gond van, és ugye hát ugye ez két jel is lehet, hogy az, hogy megőrült, vagy pedig a megvilágosodás határán van, aki volt már ebben az állapotban, az tudja, hogy néha nem lehet megkülönböztetni a kettőt. És ekkor ugye összeülnek a rishik, és akkor behívják Rámát, ugye ezzel indul a mű maga egyébként, és akkor megnézik, hogy tényleg hol van a fiú. És akkor kiderül, hogy hát ott van ő már a határon, és akkor ebben segítik át. És ez a párbeszéd, ez maga az, amikor Vasista Rámát ugye elvezeti az egységtudat, vagy ebben a realizációba, ugye a teljességnek a megélésében, hogy betölthesse a feladatát, mert ők már akkor látják, hogy ő ugye Vishnu inkarnáció, tehát aki azért jött, hogy a dharmát ott a Földön, a természeti törvények betartását, a természeti törvényekkel való élést, ugye ezt képviselje, és ezt helyre tegye a földi civilizációban. És hát ugye ez az egész beszélgetés ezekkor zajlott. Na most ezek a leletek és a CT-s, C13-as vizsgálatok szerint ez 20-20 kb. Másfél millió évvel ezelőtt volt. Na most ahhoz képest, hogy inkarnálódott elsőként Vasista 20 ezer évvel korábban, tehát nagyjából elég régen lehetett ez a történet, tehát írott nyomok nincsenek róla, abban az időben ez teljesen szájhívány útján ment, tehát azt sem tudjuk, hogy ezt nagyjából mikor írhatták le. Valószínűleg akkor volt elsőnek leírva, amikor ugye valaki, aki a Rámajanának ugye az egyik, tehát ő, aki a Rámajanát leírta, ő volt ugye akkor az a rishi, aki ezt a művet leírta, és ezt az egész történelmet számunkra. Ez megtörtént esemény, tehát attól félre, hogy valaki néhány százezer évvel később írja ezt le, az nem jelenti azt, hogy akkor ez egy kitaláció, hanem ezt ő egyszerűen csak abban a tudatosságban szépen leírta, mert hogy fontosnak tartott, hogy az emberiségnek ez a tudás, meg ami akkor ott lezalagott megmaradjon. Tehát nagyjából ide lehetne tenni, de sem cáfolni, sem bizonyítani nem tudom nektek. Tehát, hogy tényleg másfél millió évvel ezelőtt volt ez az egész párbeszéd, elképzelhető. Amit ezek a leletek most mutatnak, ugye Ajógyában is vannak most éppen ásatások, azok ezt bizonyítják. Most a C13-asnál azért tudnotok kell, hogy csak most a fizikus beszél belőlem, hogy azért néha ilyen száz éveket is tévedhető, meg 500 éveket. De azért mondjuk ilyen másfél millió évvel ez már nem olyan nagy tévedés, tehát nem olyan nagy mozgás, hogy most akkor 1.200.000 évvel ezelőtt történt, vagy 1.500.000 évvel ezelőtt. A lényeg az, hogy egy ilyen régi párbeszédről van szó, amit így ránk hagyott ez az íromány, és alapvetően, ahogy mondtam, ugyanúgy, ahogy a későbbi advajta tanítások és advajta tanítók zöme, tehát egy párbeszédes formában adták ezt a tudást, és szerintem az a csodája még egyébként a műnek, majd aki olvasa látja, hogy Vasista kihasznált benne egy nagyon fontos elemet, ami persze most az advajta szemszögében egy kicsit ugye zavaros lehet, ugye a képzelőerő, ugye a képzett formálás az, amit éppen át kellene lépni. De itt a képzett formálást is egy nagyon érdekes medelbe kezdi terelni, mert azzal, hogy mesés formába öntve adja át azt az egész folyamatot, vagy azt az egész realizációt, azt az egész megélést, amit mondjuk az a személy, akinek éppen történeti formában előadja ott Vasista például egy megvilágosodását, amikor ő felébred. Tehát ugye mindannyian olvastatott mesét, nem csak gyerekkorotokban, hanem most is ugye, akármilyen formában, fantasy ugyebe. Ugye ott, amikor olvasátok, akkor ugye elkezd az elmétekünk azonosul vele, ugye egyé válni a főhőssel, elkezdjük már látni az erdőt, már esetleg élvezzük is az illatát, meg egyébe. És itt most ugye Vasista egy olyan irányba tereli az olvasással ezt a képzelő erőt, hogy miközben így próbáljátok ugye magatokban
ugye azt az egészet amennyire tudjátok beélni azokkal a minőségekkel, amit egyébként meg is érint bennetek, mert ebben vannak érzelmi, gondolati, mi egyéb részek, ami a történet bomlik ki, aközben szépen bevezet benneteket magába abba az egészbe, amiben ő akkor az az illető volt. És értem, ez az egyik érdekessége, ami sok más ilyen advajta írománynál nem biztos, hogy ennyire tisztán ilyen értemben ez a tapasztalati rész is át tud jönni, mert ott tényleg csak a szintista kijelentés szintű igazságot mondják ki, ahogy azt a barátom is mondta, amikor az ember rádöbben, és már van is mihez kötni, akkor ez egy teljesen egyértelmű, és az ember tudja, hogy igen, tényleg ez van. De amíg az ember még ugye halad ezen a dolgon, hogy ezt a realizációt megélje, addig ugye a vasszista az ebben segít, hogy alapvetően bárhol tartasz a saját realizációdban, bárhol. Tehát amikor te azt gondolod, hogy az anyagi világ szerinted totál valóságos. Ami egyébként most ebből a szintből, ezt meg ugye Gergővel játszottuk, ugye ezt, hát most nehéz lenne cáfolni, hogy ez most ez csak egy illúzió, ugye? Mert akkor miért nem megy át rajta a kezem? Ugye az illúzió az ilyen? De ahogy az az elmétekben, tehát ahogy az elme ezt az egész látványt létrehozza, ha a folyamatot már értjük, akkor ez tényleg egy illúzió. Mert valójában az elmében születik ez az egész tapasztalás halmaz most ebben a pillanatban is. És ugye ebben próbál, ugye, hogyha még te görcsösen ragaszkodnál ehhez a kötődésethez, hogy már pedig az anyagvilág valóságos, és én is csak azért vagyok róla tudatos, és a tudat az is csak egy másodlagos dolog, akkor azt mondja, hogy jó, akkor nézzük, te ezt hiszed, jó. De akkor viszont elkezd egy olyan ilyen gondolati körbe vezetni, ahol magad, mert is magad olvasod magadba a történetet, elkezd rávezetni, hogy de akkor mi van ezzel? És akkor ugye el kell gondolkozzál, hogy de tényleg, akkor mi van ezzel? Tehát úgy addig formálja végül is az értelmünket, intellektusunkat, hogy szépen elvezet oda, hogy a realizációnak abban a lépéseiben ugye átesünk, ami ezekben a, tehát a Vedanta számára fontos felismerésük és az azzal járó tapasztalatok ugye bekövetkezzenek, ami egyébként az advajta tanításoknál ezek az ilyen szatszangos együttléteknél vannak, hiszen az is akkor egy szatszang volt, ugye ott van 40-valahány risi, Rámával együtt, amit most is ugye csinálunk, csak most ez az egész szatszang egy könyv formájában hazamegy veletek. És ugye mivel ti olvassátok, a ti tudatotokban végül is az egész most felelhethet, tehát részévé válhatok az egésznek is. Az egész, úgyis a tudat, tehát a tudatban az egész történet most is zajlik, sőt ugye az egyik tudós, aki Maharishival dolgozik, most kimutatta ez a legújabb, ezt csak egy érdekességet mondanám nektek, hogy az egész Rámayana átlevezette, hogy a Rámayana egész története ebben a pillanatban és a fiziológiátokban is zajlik. Tehát le tudja vezetni, hogy az a párbeszédem 50, az például még hormon kölcsönhatás egyebek is, minden pont ugyanúgy, ahogy le van írva. Tehát egy teljes replika az egész emberi folyamat ennek a valóságnak a szemszögéből. Tehát egy nagyon-nagyon mély kapcsolat van, és ilyen értelemben ma már a dvajta tanítás egy kicsit hadilábon fog állni, mert sajnos az elméleti fizikai sejtő tudai ezt képvisel, ahol a tudományt veszük, hogy bizony, be tudjuk bizonyítani, hogy a valóság egy alapból indul, és nincs kettőség a kiindulásnál. Az más, hogy a kettősség kell a felismeréshez, mert ha nincs kettőség, akkor nem tudom felismerni az egységet, és viszont utána, ami a végső realizáció, hogy se kettősség nincs, se egység sincs. Mert ugye az egyik a másikból jöhet, de a vég az az, hogy ez mivel együtt van, tehát egyik sincs. És csak a teljesség marad, és ezt nevezték el Brahmannak. És ez a történetem az is. Ezt megkérdezzem meg, hogyha jól tudom, ez ugye nem a teljes. Ez a majdnem legteljesebb, tehát ugye ennél van egy még teljesebb, én azt is olvastam, az kb. Egy ilyen olyan 3000 oldalas, azt nem mertem bevállalni. Meg azt nem is olvasnák végig szerintem. De ez egy olyan sűrített változat, amiben majdnem minden történetben nem van, csak egy kicsit rövidített rajta a Venkata is a mondta. Tehát például ebben mondjuk van egy a kedvenc történetem, a Lilla története, ami egy nagyon érdekes, a teljes megvilágosodás totál kibomlását és az ott megélt élményeket írja le. Ugye, hogy Saraswatival, ugye a tudás istennőjével, hogy ez csak benne az ajánló folyamat ugye megvilágosodik. És például a Lilla történet abban a teljes műben az egy komplett 150 oldalas könyv. Tehát csak az, ami ebben most itt egy 40 oldalas kis kivonat, de egyébként ebben is benne van a lényeg annak a történetnek. Csak azokat a részeket nem mondott, hogy nem írta olyan részlet, és amikor elmesél, hogy repülnek a világegyetemre, és miket látnak, milyen űrhajókat, meg milyen dolgokat, ebben csak utalnak rá, ott viszont le van még ez is írva. És nagyon részletesen írják, hogy a galaxisban miket láttak, amikor repültek. Ez is nagyon érdekes. Számomra fontos ebben a két könyvben az, hogy az eddig megjelent művek, hogy amikor egy mester párbeszédeit, ugye a Papaji, Ganga, Ramana, főleg, ugye ezeket jelentettél más?
Viszargadta Maharadzs. Mind nem teljesen, tehát úgymond véletlenszerűen össze, vagy nem véletlen, koncepciózusan összevágott és felfűzött párbeszédeket tartalmaz. Míg ez a két mű valóban úgy tűnik, minthogyha minden kérdésre választ adna. Tehát bármilyen kérdés fölbukkanhat az emberben az Advaitával kapcsolatban a gondolkodás folyamán, abban elvileg, arra elvileg van válasz ezekben a könyvekben. Jó mondom? Így van. És az a nagy poén, sokszor már úgy fogjátok észre, amikor megjelenik a kérdés, akkor fogja ráma is kérdezni pont rasszistát. Ilyen érvényeket is lehet majd, de ez csak véletlen természetes. Ebben. Egy olyan kérdésem lenne hozzá, ami engem érdekel, hogy amikor először olvastad a könyvet, akkor melyik rész volt, vagy mi volt benne az, amit téged megragadott? El tudod mondani? Én mondtam a Sistoknak a legelső két mondat a Mester és a Tajtán között. A Tajtán azzal jó, hogy Mesternek szenvedek a szamszárában, nem tudom pontosan idézni, szenvedek a szamszárában és félek, segíts rajta. És akkor a Mester azt mondja, hogy hagyd el a szamszárát és nem félj. A Mester részre ennyi a probléma, hogy hagyja ezt a koncepciót. Még ezt nem érti a tanítvány, így kezdje kifejteni szépen az egész könyvet 200 oldalon keresztül. De hogy valójában Mester itt kezdi az egészet, hogy valójában mennyi lenne. Ezt általában a tanítványok többsége nem érti, és utána kell tovább magyarázni a dolgokat. Ez a védikus tanításra jellemző, hogy a legmagasabb igazság kinyilatkoztatásával kezdi, és mivel úgy tűnik, hogy ezt a kérdező nem tudta befogadni elsőre, akkor elkezdi szép lassan, nagyon lépésről lépésre felépíteni, és a végül ismét kiukad oda, ahol kezdte az egészet. De egyébként ezzel az is a cél, mert ez valójában az egész felfedezési útnak is a lényegi felismerése, hogy úgy tűnik, mintha el kellett volna mennie valahova, mert utána, amit felfedezel, az ott lesz, ahol éppen vagy. Tehát már a célnál ott van, amit kerestél, és ezért a médikus tanítások ezért indulnak mindig így. Már az elején megmondják, hogy figyelj, rád bízzuk, de már most nem mondjuk, ez van. Nem tudod elfogadni? Jó, akkor menjél egy kört. És akkor ez az élet után, ez a szamszára, megyünk egy kört, mert néha sok kört futnak soha, mint a mókuskerékben a kis hörcsök. És akkor utána, amikor megrealizál, akkor azért ugye egy ideig a haha élmény, ugye mindenki elkezd nevetni ezzel a bérni a megvilágosodásban, mert rá döntetek, hogy ezzel nem kell, nem is mentem, nem kell semmi, itt volt az orra előtt az egész már most, és hogy nem jöttem én erre rá? És azért nevetnek. Egyébként a Rámajanának nagyon érdekes a neve, és ugye az Itihászhoz tartozik, az Itihász, a védikus idom az Itihász, és szó szerint szanszkritban az Itihász az azt jelenti, hogy Itihaha, a haha-kor vége. Tehát a haha-kor vége, tehát amikor az emberek még mindezt élték, és mindenki nevetett. És akkor nem jöttünk volna így össze, mert csak mennék az utcán, az hello, te is én, csá. De utána, amikor a többiek elkezdtek már nem haházni, hanem néhány elkezdtek beesni a mókuskerékbe, akkor egy-két mester azt mondta, hogy na, akkor itt valamit tenni kell, mert már eddig nagyon jókat nevettünk, most már egyre kevesebben vagyunk, akik nevetünk, és akkor így utána jönnek ezek a tanítások. Ehhez is aztán érdemes tisztázni, hogy mi egy ilyen evolúciós világképet kaptunk, tehát hogy a valahová fejlődünk folyamatosan fölfele, míg az indiai, a védikus megközelítés, ez pont egy devolúciós elmélet, tehát azt mondja, hogy volt az aranykor, amikor mindenki tökéletesen megvilágosodott volt, és most mondjuk a legalján gyakorlatilag, és akkor most nem tudom mióta ígérgetik, hogy akkor ez most már elkezd fölfele menni. Ez még nem feltűnő sajnos számunkra. Azért, mert majdnem az orrunk előtt. Hát ez a másik fel. Ez a védikus tanítás, az advaita, ugye nem foglalkozik ilyen problémákkal szerintem. Ja. Hát ott nincs ez a probléma. Mert a problémát már az elég megszüntetjük. Az így jó. Különben amiről beszéltenek, a kedvenc ilyen, nem is tudom ezt, hogy hívják, példázatom az, hogy mi az advaita tanítás, erre szokták mondani példának, hogy az, amikor Ül a megvilágosodott mester a tér közepén, és oda megy hozzá a tanítvány, és azt mondja, hogy látom, hogy te itt vagy, mondd el nekem, hogy legyek én is itt. És akkor mondja nekem, mester, hogy nem tudok semmit mondani, itt, jó hírem, hogy itt vagy. De ez csodálatos tanítás, nagyon mély, amit mondasz, de nem értem, mit csináljak, merre induljak el? Sehol ne induljál, hát hogyha akarsz menni, akkor innen arra, mennyi három lépés, gyere vissza három lépést, körülbelül ez az advaita tanítás. Egyébként, hogy csatlakozzak hozzá, tehát itt is a mű egyébként úgy kezdődik, hogy már az elején ott van, hogy és az egészet úgy is indítja, ugye Venkatesa Ananda, és ugye a legfontosabb verszakot idézi, ami így szól, hogy az egész világ csak egy olyan káprázat, mint az ég kékje,
és ezért nem érdemes vele foglalkozni, tehát hagyd el ezt az egészet úgy, hogy ne foglalkozzon a világ eredetével, meg egyébként csak egy káprázat. Csak hogyha ezt ebből még nem fogtad volna fel, jó, akkor olvasd el a művet, ami utána jön. Hát aki ebből már fölfogja, hogy tényleg az egész csak ennyi, akkor be is csukhatja a könyvet, ha nem, akkor 800 oldalon még lehet ezt vesézgetni, hogy akkor mitől nevezhető a világ ugyanilyen káprázatnak, mint az ég kék, mert egyébként, ha nem tudnátok, az ég az tényleg nem kék. Lehetne rózsaszín is egyébként, attól függ, hogy milyen porszemek vannak benne, de most nem akarok fizikálni benne az életünkhez. Egy picit kiegészíteni, mint az Ádám mondott, mert nekem is az a kedvenc részem, megmondom őszintén. Tehát amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, akkor az első két oldal után ültem 5 percig és csodálkoztam. És egy picit, tehát így kezdi a tanítvány, hogy oda megy és könyörög, és hogy mentse meg, és akkor megkezdem este, hogy mitől kéne, hogy megmentselek. Megharapott a szamszára kígyója, tehát hogy szenvedek az életemben, és akkor azt mondja neki, hogy hát hagyd el a szamszárát, azaz engedd el a koncepciókat a létezéssel kapcsolatban, és ne félj tovább. Ez a tanítás lényege. Akkor azt mondja a tanítvány, hogy jó, de erre képtelen. És akkor megkérdezik a mester, hogy jó, de akkor most mit szeretnél, mit tegyek érted? És akkor elmondja, azt mondja neki, hogy ments meg, részletezi, hogy mitől kéne megmentenie. Ekkor megkérdezi a mester tőlem, ez is egy általános ilyen kérdés, hogy miért tanít a mester. Megfelteszi a mester kérdés, hogy mi közön van nekem ahhoz, ha te szenvedsz? Ez egy viszonylag meglepő kérdés lehet számunkra, hogy a mester az így kezdi, és akkor azt mondja a tanítvány, hogy magad vagy a szentek nem állhatják a mások szenvedését, és akkor a mester kegyesen, hogy akkor na, akkor mondja, hogy mitől szenvedsz. Jó, rendben van. Akkor elmondja, hogy mitől szenved, és ekkor kezdődik tulajdonképpen a tanítás, amikor a mester végre azt mondja neki, hogy jól szóltál, értelmes vagy, fegyelmezett, érdemes vagy a tanításra, nincs szükség, hogy tovább bizonyítsd a rátermettségedet, és akkor elkezdi tanítani. Tehát ez egy nagyon érdekes gondolat azért számunkra, hogy nem úgy kezdődik a tanítás, hogy a mester kiül a piacra a könyvekkel, és várja, hogy valakit megragadjon, különböző marketing technikákkal minél több emberhez eljuttatva a tanítás bölcsességét, hanem pont fordítva a tanítványnak az oldhatatlan vágya szüli meg az egész tanítást, és a mester számára ez igazából nem is történik meg bizonyos szempontból. Egyébként ahhoz kapcsolódik vissza, Gergő, azt nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy miért jelenik meg kevés advajta tanítás, vagy valószínűleg ugye ez túl egyszerű ahhoz képest, hogy az emberek várnak az ilyen spirituális tanításoktól. Na most, amikor a masszistától olvastam, ugye nekem az egyik nagy élmény az első olvasásnál is, az az, hogy ha ezt az ember elolvassa és tényleg úgy zsigerében, lényegében a dolgok úgy megérintik, akkor rádöbbentek utána, hogy nincs értelme mást elolvasni. Tehát annyira ott van benne minden például a vaszistában, tehát a legvadabb sci-fiben nem fogtok őt olvasni, amikor majd vaszista itt leír, tehát hogy milyen űrhajókkal hova repkednek. Tehát én nekem akkoriban például a sci-fi rajongó voltam elolvasni, és azt mondta, hogy akkor nem olvasok többen Arthur-sziklákat, mert ezt még Arthur-sziklát sem tudtam volna ennyire pontosan leírni, meg ilyen részletes, és még az lehet, hogy valóság is, akkor meg aztán lép ki. És ugye minden más is úgy van benne, olyan tényleg a teljesség szemszögéből bemutat, hogy ha úgy tényleg zsigereiben ez bemegy oda, ahova menni kell, be a génjeitekbe, akkor utána a Gergő mondta, kiültök a tél, aztán csak elvesztek, nézzük a szöcskéket, ahogy éjszok tudna a fiammal kiülünk, aztán hát nézd tovább, mi elmérkedni. Idealizált megközelítés, hogy miért van ilyen kevés advajta. Egyébként is. Nem hiszem azért, az első könyv elolvasása után nincs több kérdéses, ezért nem jelenik meg a beszélgetés. Már így lenne. Egyébként ez fel is írja a könyv is a figyelmet erre, hogy de a szent szövegeknek az olvasása az szenvedélyé válhat, és hogy elég káros szenvedély ebből a szempontból, hogy... Az is lehet függőség. Igen, tehát kifejezetten azt mondja, hogy miután megértetted, hogy miről szólnak ezek az iratok, onnantól kezdve már nem érdemes, nem kell azzal foglalkozni, hogy újabb és újabb könyveket olvass el, hanem akkor ültesd át a gyakorlatba. És még a Gergő, amit mondott, én még azt fűzném hozzá, hogy nyilván bizonyos mértékben, de evidens, de azért felhívnám a figyelmet, hogy olvasni is ilyen megközelítéssel lesz érdemes a könyveket, mint ahogy a tanítvány megkereste a mestert, hiszen nyilván lehet ezt is úgy is olvasni, hogy egy érdekes intellektuális kaland, és úgy is lehet olvasni, hogy egy alapja, az ember életét alapjaiban megváltoztató a világnézetét, vagy a nézőpontját alapjaiban megváltoztató tudás. És akkor egy picit azt hiszem, hogy lassabban
érdemes olvasni, egy picit figyelmesebben, meditatívabban, és akkor nyilván kibontakozik, vagy kibomlik az emberben magába az a ha már itt vagyunk, akkor még miért csak egy szeretnék hozzátenni, hogy a vacistával, hogy ezt fontos tudni, azért választottuk azt a verziót, ami ott vannak az eredeti szanszkrit csát, és írtuk, hogy egyből tudjátok olvasni, tehát hogy nem a angol fonetikát vettük, és akkor valahol hátra vagy 800-et gondolod lenne, hogy ezt a felülvonás az egyébként a magyar álhang, mert nekünk van is ilyen hangunk, hanem tényleg átírtuk, ugye, mert az akadémia már kiadta a szanszkrit fonetikának a megfelelő magyar hangváltatát. Tehát szó szerint el lehet olvasni az eredetit, amit tényleg Vasista is mondott valószínűleg Rámának. Most ez azért nagyon fontos, hogy most Maharishira, tehát a mi Maharishinkra utalnánk, mert elmondta, hogy a Devanagari az nem úgy született nyelv, mint mondjuk a későbbi nyelvek, amiben már volt némi elme szülemény. Mondjuk most az Esperanto, amit már tényleg emberek raktak össze. Hanem a Devanagari az az idegrendszer saját nyelve. Tehát azok az idegimpulzusok, amik most mennek néha a különböző folyamatokba, annak ha átültetnétek hangba, az a Devanagari. Bocsánat, a Devanagari az maga az írás. Hát igen, de a szanszkrit az a Devanagari, tehát a nyelvet is úgy hívták annak a védikus korban. Nagyon fontos a szanszkrit, az már egy változata az eredeti Devanagarinak, az istenek nyelvének. Ez fontos tudni, ezt ugye Maharishi világította meg nekünk is, és nagyon fontos, tehát ha olvassátok a hangukat úgy, hogy van, az a hardvert rendezi. Az a hardvernak szól. És ugye hangosan ki is olvassátok, és itt nagyon fontos, tehát így most egyfajta technikát is lehet benne alkalmazni, addig kell olvasni a szanszkrit hangokat, amit nem tudjátok folyékonyan kiolvasni, mert lesznek ilyen elég nagy összetett szavak, hogy majd így tudok majd kiolvasni, hogy és akkor az addig kell, amíg az folyékonyan ki nem tudod olvasni, mert az azt jelenti, hogy a idegháló ott éppen még nem úgy funkcionál, ahogy kell. Ami egyébként a realizációnál is fontos. És utána, amikor elolvasod a szövegben a kiemelt, a értelmi részt, mert az már egy finomabb szinten van. Ez a hardware-nak a rezgése. A finomabb, ami már az értelem szintje, ugye, az amikor elolvasod, és ugye, mit jelent az, ami oda volt írva, majd ennek a tovább részletezése magán az oldalon, amit leír. Tehát ebben bele van ágyazva egy kicsit egy ilyen technika is, amit lehet használni. És ezért tehát úgy érdemes olvasni, hogy szanszkritul hangosan, amíg folyékonyan ki tudjátok olvasni, elolvasni, hogy mit jelentett, és akkor utána, ha az nem állt volna még teljesen össze, akkor még részletezi az oldal, vagy a következő oldalak. És ez egy technikaként használható. Ez annyira technikaként használható, hogy ezt Emeryvel már azóta mértük. Tehát amikor a szanszkrit hangokat éneklik, meg lehet mutatni, hogy melyik agyterület hogy fog aktivizálódni, és az eredeti védikus életokban ez le is van írva, hogy az arra az agyterületre vonatkozott. Tehát ez egy integrált, mutatnál ki, a fiziológiának a tudása is volt, ami egyébként az Ajurvédában később tisztán meg is jelenik, de maga az egész, tehát ez egy technikaként használható, ezt az utóbbi 5-10 évben értjük csak, azért mondtam el. Tehát ezt azóta értjük. Azelőtt még az nem volt ennyire világos, viszont ezeket ma már a mai késleti módszerekkel igazolták is. Tehát ezért jó például hallgatni ezeket eredetiben, hogy a panditok éveklik. Például a Rámajanát, vagy a Upanishadok is megvannak, tehát ezeket ők recitálják, mert az a hardvert készíti elő arra az egész realizációra, mert ez nem csak a tudatokat formálja, mert azért fogjátok utána ezt a realizációt, mert a zsigerétekben átír benneteket az egész. De valójában a tudatból vagytok, tehát az, ami anyagnak tűnik, az is a tudat, és hogyha az átíródik, akkor zsigerétekben átíródik, és ezért tudjátok utána ezt a realizációt érni, nem csak egy flash lesz, hogy puk, és akkor utána ez van egy kicsit, és akkor utána megint visszaesünk a szokásos modernbe, hanem ez zsigerekben át benneteket mutat, hogy transformálni. De ez csak ilyen kis kitérőnek, érdekességnek akartam elmondani. Köszönjük erre annyit reflektálni, hogy egy két különböző, tehát Advaita Vedantának is azért vannak irányzat, vagy nem is tudom ezt minek nevezni, más eredeti vonal, vagy nem is tudom. Tehát amit mi három azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy képviselünk. Még az sem biztos, mert igen, ez nem jogos, ugyanis csak az érdekességet elmondom, tehát, hogy Ramana, annak nem tudjuk, hogy volt a mester, vagy nem, ugye ezt tudjuk, hogy nem volt Ramana, Arunachala. A hegy volt a mester. Nem volt, tehát nem tudjuk, hogy élő mestere, vagy nem tudjuk megnevezni, vagy nem volt. Az ő tanítványa volt Papaji, Papajinak Ganga, és Papajihoz járt ki még Istók annó,
Ugye? Azt mondhatom. Én pedig Gangához jártam ki, illetve Ganga látogatott Magyarországra, tehát az Ádám is Gangával találkozott, és az, tehát rajta keresztül kaptuk, vagy nem is tudom ezt hogy lehet mondani, tehát az ő hatása az, ami erősen érezhető rajtunk, míg ez a TNS Maharishi vonal, ez egy picit azért más. És most csak azért mondom ezt, hogy például mi ezt a részét, ezt semmilyen formán nem tudjuk elfogadni, amit eddig mondott, mert semmi gond nincsen, tehát mi nem beszélünk ilyesmiről egyáltalán biztos, lehet beszélni erről. Azt mondtam, hogy a Gangánál, igen, tehát a múltkori beszélgetés, szóval erről volt szó. Én azt mondom, hogy Ganga, amit mondott, és én azt szeretem idézni, mert számomra az tényleg evidencia, hogy általában a könyvekről és az írott szövegről, hogy semmilyen segítséget, tehát a felismeréshez nem visz közelebb, inspirációnak remek, tehát pont arra jó, hogy az a kapcsolat, tehát ugye három dolog szükséges ahhoz, hogy az advaitában igazán komoly előrelépést tud tenni, vágy, erős vágy az igazságra, megszabadulásra, egy erős elhatározás, hogy tényleg ezzel akarsz foglalkozni, és tényleg ez érdekel, és hát más dolgokat félreteszed, például az MRI-vel való méréseket, és a harmadik pedig, egy élő mester, aki tud segíteni, mert hogy az elme magától az Istenek nem akar ebbe az irányba menni. A könyvek ebben nincsenek benne ebben a folyamatban, a könyvek arra jók, hogy amikor nem vagy az élő szatszang közelében kapcsolatban, akkor fenntartsa azt a kapcsolatot, az inspirációt, a gondolkodásodat ott tartsa, rá irányítsa erre a kérdéskörre. Ennyire jók a könyvek. És ezért nem nagyon elemeztünk könyveket, hogy honnan ered, mi a célja, mit akartak vele mondani. Ganga azt mondta, tetszik neked, olvasd, aztán amikor megyek ez a szatszangó, felejtsd el, hogy mit olvastál benne, mert nem fog segíteni, hanem az lesz a segítség, amit most kérdezel és amit most válaszolok rá. Mindig. Tehát az advaita tanításnak azt gondolom, hogy ez a számomra az advaita lényege. Mondjuk annyiban lehetne esetleg finomítani, ahogy szokták is, hogy többféle keresőből, többféle törekvő van, mint a szakadosság nézőpontjából természetesen. Tehát, hogy van, szokták hasonlítani, hogy van olyan, mint a puskapor, száraz puskapor, hogy neki egy momentum elég. Például, hogyha az egyik mahávákját, hogy nagy mondást, az igazságot tartalmazó nagy mondást meghallja, neki annyi elég. És mondja, milyen mahávákját? Hát például az, hogy te az vagy, ugye ez egy leghíresebb, te az vagy, és ebből még van három hasonló tömörségű és hasonló tartalmú kijelentés, és hogyha ezt meghallja, az neki elég lesz. Ugye van olyan, amelyik kicsit már nedvesebb, akinek újra és újra el kell mondani, és van, aki szinte át van áztatva, ő neki pedig nagyon kitartó és állhatatos gyakorlással kell először alkalmassá tennie magát arra, hogy azt nem meghallja, amit meg kell hallani. Tehát szoktak azért ennyiben is különbséget tenni. Ez, amit én is mondtam, tehát amikor elő kell készíteni, hogy ő is egy száraz puskapor legyen. Tehát erre vonatkozott ez a hardware. Összehozzá, és ezt Maharishi is egyébként így mondta. Tehát ilyen értelemben beszéltünk fejlődéstől, hogy ha valaki még ott van, akkor azt nyilván be kell jutatnod, de ahogy ő is egy olyan száraz puskapból legyen, akkor már tényleg csak egy mondat neki, hogy tehát ha mász is, tap, kész, annyi volt. Hogy te is az vagy, amit most élsz. És akkor kész, de nem mindenki vagy itt. Ugye én azt gondolom erről különben, ezt úgy érdemes megközelíteni, szerintem, hogy olvasol egy pár beszédet, amit a mester folytatott, ott mindig egy kérdéssel indul, és a kérdésben, hogyha olyan koncepciókat tartalmaz a kérdés, amit még nem érett a tanítvány arra, hogy feloldjon, akkor a mester hajlandó esetleg azon a koncepción síkon adni tanítást. Tehát, hogyha oda megy valaki, és azt mondja, hogy az anyam neuronjai nem képesek befogadni ezt, nem tudom, én még nem hallottam ezt, de biztos van, akinek ez a problémája. El tudom képzelni, hogy a Maharishi azt mondja, akkor miért megemezíve, hogy nézve, hogy tényleg változik. Ám bár egyezik non-conform. Egyébként ez arra volt nagyon fontos, tehát a védikus tudás, ugye az egy tudomány volt egykor, jó? Tehát volt egy kor, ahol a védikus tudás volt maga a tudomány. A teljesség tudását is belélte. Tehát ez egy
védikus tudomány, ez egy tudomány volt. És ugye Maharishi azt akarta, és az volt az egyik fő feladata, hogy egyrészt a védikus tudást felemeljen újra arra a rangra, hogy a mai tudomány megértse és megismerje, hogy volt már az emberiség egy nagyon fejlett tudás és tudomány állapotban, ez volt a védikus kor, és hogy ez a tudomány jelenlegi állapotában, ahol most van, felemelhető ugyanerre a szintre, és ő el is adott tudásokat, ahogy most ugye a srácok is mondták, azoknak az embereknek. Most nyilván nem kell hazamehetek és vegyetek 500 millió egy emelit, és befektetni, hogy megnézzétek, amikor meditáltok, mit csinál az agyatok, de azok az emberek sajnos elsőre csak így hiszik el, hogy valóban egy ilyen dolognak, ami alapvetően egy szubjektív dolog, olyan szintű hatása van az anyagra. Nekünk nyilván nem kell, én sem vettem egy sapkát, és nem mondom, meditálok odahaza, mert nem érdekel. De az a másik illető meg azt mondja, hogy én nem hiszem el, hogy te a tudatodban csendes vagy, ezt mondhatod. Minden tudatállapotnak van fiziológiai vetülete, ez így igaz, álomban másképp működik a testén és az agyon, mély alvásban, ébren tudatban is, és azért hívták ezt turiának, ezt a bizonyos realizált állapotot, negyediknek, mert az is egy tudatállapot, vagyis akkor annak kell legyen egy fiziológiája. Mert ha nekem nem lenne fiziológiája, akkor nem tudnánk itt most róla beszélni. Ez az állapot ide meg se jelenhetett volna. Ha viszont van fiziológiája, akkor egy fiziológus, ha neki ezt kell, tudja mérni. És azoknak megadjuk, hogy hogyan mérd meg. Ez nektek nem kell, de neki kell. És akkor tényleg azt mondja, hogy csezd meg, tényleg a melyik tudatállapot. És akkor azt mondja, hogy eddig téves úton jártunk, mert azt gondoltuk csak, hogy a három van, és ebből nincs kimászás. Mert mindenki csak ennyit tapasztal, lehet, hogy majd mikor meghalsz, akkor kimész belőle, de azt meg én nem tudom megmérni. De most kiderül, hogy van egy olyan állapot, ahol majdnem olyan nyugodt állapotban van, mint mikor valaki meghal, de lehet mérni, mert közben mégis a teste ott van, és él, és virul. És erre vonatkoznak az ilyen jellegű tudások, a mai kornak, hogy a tudományban is megértsék, és ennek aztán nagyon sok mélysége is van, ugye én most ebben nem akarok belemenni, mert én is foglalkoztam, tehát ennek matematikája is megadható, és az a nagy poé, hogy nem most fedeztük fel, mert ha valaki foglalkozik a védikus matematikával, a védákban nagyon komoly matematikai tudás van, nem véletlenül, hogy onnan vettük át a nullát. Nem a nyugati matematikusok találták ki a nullát, amivel a matematika működik, onnan vettük át. És Pitagórás sem találta ki a Pitagórás tétel, mert csak így 4000 évvel ezelőtt már javában számolták a dravidák a derékszögű háromszög sajátosságait, hanem Pitagórás is elment és megtanulta. Most aztán nevezhetnénk plágyírnak, hogy miért a maga nevén adta ki, mint ahogy szegény államfőnket, de sajnos nem ez volt az igazság, mert ő akkor még a görög hagyományban elmondtam, hogy én is onnan vettem át, csak sajnos ezt már nekünk az iskolában az egyetemen nem mondják el, hanem Pitagórász tételként tanuljuk. Na most az a lényeg, tehát, hogy a védikus tudomány egy exakt, nagyon komoly tudomány volt, ami benne volt a fiziológia, az elme, a tudat, minden. Szerintem az advaita az nem a védikus tudomány, tehát ne keverjük az egy kettőt. Akkor itt korrigálunk. A dvajt. A véda az a dvajt, amikor tudás van. Érthető? Hát, igen. És ahol a tudás véget ér, az az a dvajta. Tehát ahol a véda véget ér, ahol a véda is maga honol, tehát ahol maga a véda megszűnik, de ott kell, hogy honoljon, mert onnan jött ki, az az advajta. Tehát az advajta azt mutatja meg, hogy minden tudásnak mi az otthona, hol van az a tudás, ahol a tudás önmaga bizonyítéka, vagyis nincs szükség önmagon kívül semmilyen tudás szerzésre lévő folyamatra, mert maga az egész, a tudat folyamata, megfigyelő, megfigyelés folyamata, megfigyelés hármas ugye, tárgya, ez a 3-1, ugye? A Rigvéda ugye ezért Samhita, ahol még ez a 3 együtt megy, azért Rigvéda, és azért ugye Gayatri, amilyen metrikában megy, Gayatri, amikor a 3 együtt megy, ez jelenti szanszkritül, amikor a 3 együtt megy, mi az a 3? Ez a 3 minőség a tudatnak. Még nincs szétválás. Ott van ez a tudás, és az a Vedanta székhelye. És a Vedanta arra világít rá, ott van a Veda székhelye is. Tehát ha a tudást akarod ismerni, az az önvalóban van. Az önvaló ismerete az a végső tudás, az a végső Veda. Viszont minden tudás innen szó ered, tehát ezért a dvajta. Ezért a Vedán túli terület. Oda a Veda nem hatolhat be, de a Veda is ott van. Csak azt nem értem itt, amit mondasz most, hogy két kérdésem lenne, amit állítottam. Nem állítottam, és van egy olyan tudatállapot, ami realizált és mérhető, én így értettem, ez igaz-e állításodban, illetve, hogy az advaita tudás, az tartalmazza a védikus tudást, hogyha jól értettem, amit mondasz. Az advaita az maga az egész védikus tudásnak a forrása, a székhelye, és minden véd abból árad ki. Az a nulla. Az a nulla. Mindent tartalmaz.
Tehát ezért az a legfontosabb, azért foglalkozott vele Sankara. És milyen kapcsolatban van akkor a védikus tudás, amiről beszélte, a védikus tudomány és az advaita tudás? Azzal, hogy a védikus, tehát az advaita megmutatja azt a tudatállapotot, ahol te az összes tudás otthonában vagy, ahonnan bármilyen tudás, bármilyen felismerés született. Miért kell beszélni akkor a védikus tudományról? Nem, a védikus tudományról is annyiban kell beszélni, hogy az is, tehát ebből jött, és ilyen értelemben van arra utalás, hogy van Vedanta. Tehát, hogy ne állj meg ott, ahol még a tudás maga még ugye a tapasztalatok tengerében van, mert ezeknek a tapasztalatoknak is van egy otthona, és ez pedig a saját önvalód, ahol a tudat önmagát tapasztalja. Mindennek ez a, mindennek, tehát ahol a megfigyelő, ami bármit megfigyelhet, honol, az az önmagát megfigyelő tudatosság. Ismerd ezt, és azt minden más megismerd. És ebben... És végre, ez az advaita. Igen, de... Vagy a védikus tudomány. De azért, mert a védikus tudomány ebből a született. A forrás. Tehát magában hordozza mag formájában a védát. Tehát, de hogyha csak egy van, magamban honolok, magam igazolom a saját tudásomat, hogy bomlik ebből ki bármi? Hát azért, mert minden más is ennek a tudásnak köszönhető. Azért ismerhető a világot. Igen, de annak tehát az ismerős tudás az illúzió. Hát így van. Káprázat. Ezért ebből nem létezik. De ezért Vedanta. De hallod? Ezért Vedanta, érted? Amint túl van. Viszont ebben a világban ennek a tudásnak vannak vetületei, mert ebben a tudásban ezzel tudsz alkotni, ami abban a tudásban van. Tehát ha megismered az elektromágnesességet, tudsz ilyen illúziót kelteni. Ülsz az advajtában, igen, ülsz az advajtában csendesen, akkor nem biztos, nincs különbség az elektromos fényt. Áram. Akkor megkérdezik tőle, nem fog tudni fényt csinálni, hát semmi közön van. De hogyha majd abban még realizálod ezt a tudásodat is, érted? Ha realizálod ezt a tudást is, akkor te, mint realizált, azt is megteheted meg. Tehát azt mondod, hogyha a megvilágosodott realizált mester tud fénygyújtani. Így van. Ezzel nem tudok egyetlenül. Köszönöm. Egyetlenül? Nem, szerintem az az, hogy csak egy fogalom, az meg fogva tart az állam. Tehát a fogalmakon keresztül tart fogva téged az állam. Pont erről van szó. Az advaita azt mondja, hogy nincs állam. Ettől az advaita. Hogy nincs állam. Az is egy fogalom. Ezt mondhatjuk, és akkor itt kezdődnek ezek a logikai teljes kaotikus tudatok, hogy van állam, az is igaz, hogy van állam, az is igaz, hogy nincs állam, az is igaz, hogy tagadom az álmot, az is igaz, hogy elfogadom az álmot, és az is igaz, hogy egyik sem. De ebből felkezd össze azt, hogy egyáltalán abból a se nem egység, se nem kettőség állapotból, hogy lehet létre egy ilyen hatalmas sokféleséget tartó formákat fenntartó. Nagyon jó kérdés. Ugye ez a véda, tehát az a védából születik, és ahhoz, hogy ezt megértsd, ahhoz az adott a válasz, hogy köszönjük meg ezt a kérdést, hogyha mondjuk veszel egy... Ez már az, amikor végül utaztál azon az egész. Hogy most veszel egy mostani, tehát a régieket annyira nem ismerjük, de most veszel egy mostani olyan advaita tanítót, akit úgy hitelesnek elismernek, mondjuk Nisargadatta Maharadzsa, hogy... Tegyük. Tehát, hogy foglalkozik-e ő asztrológiával, ugye védikus tudom, hogy asztrológia és a többi. Foglalkozik ezek közül bármelyikkel? Abszolút nem. Ez nagyon fontos, de várjál, nagyon fontos. Ettől függetlenül ez a realizáció ebben a szerkezetű világértelemben következik be. Az más kérdés, hogy ebben a realizációban... A szemszögünkből lehet, várjál, biztos. Igen, de várjál, abban az a fontos, hogy ő ebben a realizációban hol áll, tehát kiknek tart úgymond lámpás, érted? De mindannyian a szamszára tengerében úszva juthatunk el arra, hogy megismerd azt, hogy mi a szamszára, rádöbbenjünk, hogy mit kell végül, és megismerd. Ez beszélsz, ez advaita. Igen, de figyelj! Mi az advaitáról beszélünk, akkor nincs szamszára. Advaita... Ahol indulunk ki, hogy nincs szamszára. Na, akkor hadd mondjam el a történetet, mert ezt már múltkor is elmeséltem. Eredetileg nem volt ilyen, jó? Tehát nem volt ilyen, hogy advaita, meg advaita. Advaita az volt mindig is, és a dvajta volt benne a védikus tudomány az összességével. Az a dvajtával foglalkozik, és megmutatja, hogy ahol a véd a véget ér, ott van az a dvajta. Ez is, és együtt létezik. És mi ott kezdünk? Várjál. A világ ennek az egésznek az egysége. Ebben rend van mind a kettő. Viszont mielőtt valaki az advajta realizációjába kerülhet, meg kell tapasztalni és ismerni a dvajtát. A kettőt. Hát most is itt vagy. Ebben a kettőségben született meg benned ez a vágy, hogy végleg ez az igazság? Tényleg csak kettőség van? A világ, meg én, aki ezt tapasztalja?
de a tapasztalat is bennem született, és ebből bomlik az egész, és így jutsz el arra a realizációra, a dvajtán keresztül, hogy valójában a dvajta az az advajtán belül van, mert az advajtán belül létrejött egy ilyen koncepció, és ha egy koncepció is azt megszünteted, akkor megszűnik a kettőség, de nagyon fontos, hogy a fejlődésben a kettőség megelőzi az egyet. Mert a kettőséggel teli világból jön mindenki. Ha nem ebben lennénk, ha már csak a tiszta advajtában lennénk, akkor nem ülnénk itt, és nem lenne világ, és semmi nem lenne, csak lenne ez az egységes tudat, és abban egymásban ez a tudat így mozogna. Ez az advajta, ezt mondja. Tökéletes. De mégis van benne dvajta. Ez egy dvajta tanítás. Nem, a kettő együtt létezik. Ramanának az egyik könyve van egy nagyon érdekes rész, amikor elemzik azt a filozófiai hátteret, amin beszél, és azt mondja, hogy háromféle világteremtés történet van. Az egyik az időbe vetett teremtés történet, amit mi is ismerünk. Tehát azt mondom, hogy volt a nagy boom, és azóta tágul a világ, vagy Isten megteremti a világot, azóta fönnáll. Tehát bármilyen olyan teremtés történet, amiben az idő, mint olyan, megjelenik, az egy időbe vetett teremtés történet. És akkor felmerül az a kérdés, hogy akkor hogy is van, mi a jövő, mi a jelen, elkezd az ember erről gondolkodni, és arra jön rá, hogy a jövő és a múlt az nem létező dolog, tehát a fejemben levő képek, elképzelések kész. Tehát maximum most lehet, ugye ez a Eckhart Tolle, meg Krisnamurti, meg ezek a tanítások. A második ilyen nagy világmagyarázat, vagy teremtés elmélet, mindegy, maradjunk abban, hogy a nem időbe vetett teremtés története. Tehát azt mondom, hogy most keletkezik minden, ebben a pillanatban zajlik a teremtés, nincs okokozati viszony, nincs karma, nincs reinkarnáció, semmi ilyesmi nem létezik, hanem a mostban, hogyha egy pillanatra elhelyezkedsz, akkor tapasztalod a teremtést folyamatosan, olyan, mintha egy álomképet realizálnál, hogy az álomkép van most, és ebben az álomképben, hogyha megjelenik egy hegy, akkor nem feltételezed, hogy ez a hegy 1000 éve ott van, hanem tudod, hogy ebben a pillanatban az álomképben jelent meg. Oké? Okay? És akkor van egy harmadik teremtést elmélet, amikor megkérdezed, hogy rendben van, de ki az az én, aki ezt az egészet tapasztalja, hogy lesz a semmiből valami, ugye, mert azt mondjuk, hogy valamiből akkor keletkezett, a mostban is valahonnan felbukkan, ez hogy lehet, hogy lesz a tökéletesből, az abszolútból, a brámonból egy elkülönült önálló létező, aki ezt tapasztalja, és erre a válasz az, hogy sehogy. Ez nem lehetséges. Nem történhet meg, nem is történt meg, és nem is fog megtörténni. Hát ez egy nagyon nehezen megközelíthető tanítás. És azt mondom, hogy az advajta az ez. Igen, a tanítás folyamán előfordulhat, hogy a másik két síkon ad tanításokat az embernek, aki egy dvajta szemléletmóddal érkezik. De az advajta tanítót onnan lehet felismerni, onnan lehet megkülönböztetni a dvajta tanítótól, hogy az advajta tanító mindig a végső igazságra mutat, mindig a végső igazságról beszél, ugye a kígyó és kötél példázatból, ezt ismerjétek, hogy a sötétben az összetekert kötelet kígyónak nézed, és akkor hogy lehet megszüntetni ezt a káprázatot, úgyhogy rámutat a mester, hogy ez kötél és nem kígyó, és onnantól kezdve a kígyó nem létezik. És akkor a hitánk most tulajdonképpen arról szól, hogyha én a kötelet kígyónak néztem, akkor a kígyó az valóságos-e vagy sem. Amíg a kötelet kígyónak nézem, addig számomra valóságosnak tűnik, nem. Ahogy a felismerés megszületik, a kígyót az én szóhasználatomban nem tekinthetjük valóságosnak. Ez az első realizáció. Hadd fejezzem be. És akkor itt történik a lényeg, most elfelejtettem, hogy közbeszóltál, pedig meg volt a gondolatmenet. Tehát, hogy az advajta tulajdonképpen attól adva, igen a mester, tehát hogy úgy különböztetettük meg, hogy mindig az igazságra mutat rá. Igen, és akkor itt akartam, hogy Papajinak volt az egyik könyvének a címe, hogy Nothing Ever Happened, és azt mondta, hogy megkérdezik tőle, hogy foglalja össze minél rövidebben a tanításának a lényegét, azt kell, hogy mondja, hogy soha semmi nem történt. Kész. Ez a tanítás. Nem emeri, meg védikus tudás, meg mester-tanítvány viszony, nincs semmi. Azt, hogy te megkérdezed, hogy ezt nem érted, akkor beszélgethetünk erről, de mint abszolút tanítást kijelenteni, azt, hogy ezeken is a lépcsőkön kell végigmenni ahhoz, hogy a felismerés megszülethessen, vagy különböző gépek, vagy gépszerek, vagy módszerek lehetségesek a felismerés elérésére, erről egy advajta tanító nem hajlandó beszélni, mert azt mondja, hogy most mindenki szabad, ezt kell felismerni, nem kell semmit tenni, nem kell ezt fejlődni, nem kell változtatni semmit. Legfeljebb arról beszéltünk, hogy miért nem így látod és miért nem érted. De abszolút tanításként, általános tanításként
Ilyen tanításokat azt gondolom, hogy advaita tanító nem adhat, mert az egy dvaita tanítás. Nagyon fontos, hogy ez együtt van jár. És ez a realizáció kígyó kötélen az nagyon fontos. Eltávolítod az első koncepciót, a tévest, hogy a kötelet kígyónak lészted, utána még el kell távolítani a kötelet is. És az bocsánat, és az a véda. Azt már félreértem. Mert azt a véda rakta oda, mert azt a kötelet... Nem tökéletes képen. Azt, de nem, nem. A védelmet a szemszögéből végig kell követni az egészen. Nem, a kötél az a valóság, az egy. Nem, nem kellett a valóság az, Isten, az isteni látásmódról, mert a kötél anyagát, amitől az kötélként megfoghatod, használhatod, mint ezt a padlót, azért vártam a múltkor is. Az bizony ide pakolta valaki, és az neked nem fog elszólni az a kígyó, nem, az, hogy te ezt padlónak látod, az, az a kígyó. Igen, ezért szoktak, még van egy következő. Ezért szoktak három hasonlatot használni egyszerre, hogy ne lehessen egy. Mert ugye van a másik a az égben növő világ, a nyúlszarban, meg még van egyedik is, amit te is mondtál, a kékje. Tehát, hogy egy hasonlat... Na, de ezek mutatják a realizáció finomságát. Ez a realizáció finomságát. Egy hasonlat az nem tudja megragadni. Igen, de ez mutatja, hogy a realizációban finomságok vannak. Az első, hogy az első az első képzett társítást elhagyod, ez nem padló. De azért még itt lesz, csak most már nem vetíted rá, hogy padló, csak nézed és használod, amire kell. És csak tapasztalod, hogy van. Aztán rájössz, hogy miért van itt ez az érzékszerve, miért tapasztalja ezt. Miért van ennek egy valóság, amit igen, kell egy műszerűen, akár nem tudod, hogy ez mitől olyan. Ugyanaz ezt a következő koncepció, házikó, levegőbe, tökéletes, az mutatja meg, nézd, ami ér ennek az anyagnak. Ami ugyanúgy egy isteni koncepció, az már nem a te koncepciód, viszont az Istennek koncepciója, amivel te is azonosultál. Hát hogyne, hát ő teremti ezt ide, az az ő koncepciója. Van is neki, nagyon szép, hatalmas, kozmikus nagyság. Ez egy dvaita tanítás. Nem, nem, ez csak a lépés a realizációnak. És amikor ennek a mélységére néztél, ami az isteni látásmód, amit ő is lát, amivel ezt ő ugye padlónak látja, nem az emberi koncepcióban. Akkor neki el kéne különülnie. El is különül, tehát nagyon szépen. Nagyon szépen. Ott van a vasszistább, hogy az Istenek hogyan világosodnak meg. Az Istenek? Nem a és az vagy te is. Na és akkor, belenéz a mélyére, és rádöbben, hogy tényleg ez a padló, ez valójában ugyanúgy csak az a Brahman, amiben a padló anyagi koncepciója megjelent az Isten tudatában, amit én is azért tapasztaltuk, mert ővel ugye egyben vagyunk, mert egy univerzumban élünk. És ő csinálta nekem a színjátékot, és utána a következő realizáció, amikor ebből is felébredsz az Istennel együtt, hogy ez ugyanúgy csak egy mondati koncepció volt az én egységtudatomban, ami az Isten egységtudata. Ez egy tökéletes vajstamát tanítása. Nem, nem, a vajstamát használják ezt. És utána ebből jön a végső Brahma realizáció. Ez nagyon fontos, ez egy tökéletes... Ez a valós adva. Szerintem látszik, hogy... Nem fogunk ezen dőlni, nem is biztos, biztos kell, el, nem is biztos, hogy kell. Ez nem is erről szól, amit van. Ez a valós adbajta. Szerintem, jó, az sem biztos, hogy el fogunk dőlni, melyik a valós. Nyilván mindegyik. Egyébként mindegyik az valós, persze. Én inkább azt javasolnám, hogy esetleg kérdezzük meg a közösségét. Van-e kérdés, hogy mi van-e kérdés, akár a könyvvel kapcsolatban, akár a adva itt a magyarországi helyzetével, akár a indiai helyzetével, bármivel kapcsolatban, hogy kicsit. Szerintem más mederben. Populárisabb. Vagy ezzel kapcsolatban, amit meséltünk itt. De azért ne hagyjuk ki azt, hogy a közönség ne tudja reagálni. Mégis mindenkit ad bajt a tanító. Nagyon azt mondjuk, hogy mindenkit nincs a tanító, aztán elbeszéltünk. De kérdezzem. Csak mondtam, valaki csapához. Patanjalinak a Jóga Szutrait, ezt hova soroljátok ebben a főztársában? Na ez egy nagyon jó kérdés. Mert a kezdetekkor ő is bajta, és a végén meg annyira rajta érzés. Hát igen, a negyedik fejezet, ugye. Akkor van nála felismerés, ugye? Hát, a kai valja a feloldódás. Kicsit finomítanám annyiban, hogy ugye, tehát Patanjali dvaita tanítónak szokták mondani, mégpedig azért, mert nála a Sankhyából véve át a világképet, ugye a Purusa és a Prakriti a két alap elv. Tehát a természet és a szellem, vagy a természet és a lélek, egy kicsit közelebbi. Szóhasználattal, és azt mondja, ez a kaivalja az elkülönülés, amikor a szellem teljes mértékben elkülönül az anyagtól, de ez nem jelenti azt, hogy az anyag megsemmisül, ami olvasod a végét a Jóga Szutráknak, hanem és ráadásul több purusáról beszél, ja, tehát hogy nem egyértelműen advaita, sőt, inkább vajta, de az a kérdés, nem, tehát Sankara például a Jóga Szutrákhoz fűzött kommentárjában azt mondja, hogy amit Patanjali mond az Istenről, vagy Isvaráról, azt nem fogadjuk el, mint advaita tanítást, viszont a meditációról
mondottakat, minden további nélkül. Tehát ugye az teljesen rendben van. Csak a világkép az Advaita szempontból nem elfogadható. Én annyit fűznék hozzá, hogy nem biztos, hogy el tudjátok fogadni, csak hogy úgy szoktuk remélni, hogy Patanjali és Dvaitának tartom, Dvaita tanítónak, és a kaivalja az a kulcsa a jogának, amit meg kell érteni, és azt gondolom, hogy az elmének a megjelenése, tehát elmének nevezünk most mindent, ami a tudatban megjelenhet, tehát a vritti az a legkisebb tudati mozgás, ami létrejöhet, és az már maga az elme, abból bomlik ki az egész szamszára. Na most a kaivaljának a célja és a jogának a célja az ennek az elkülönülésnek az elérése, tehát hogy megszüntessem az elmének ezeket tehát a nirót állapot, amikor nem bomlik ki. Ez a nirót állapot, ez a kaivalja. Viszont itt ő megáll. Az advaita, ugye az pedig, illetve van egy más, mondjuk azt, hogy nem az advaitáról beszélünk, van az elmének a másik végpontja, az pedig a tökéletes kozmikus tudat, ami mindent tartalmaz. A teljes kibomlás, most ebben a pillanatban tökéletes és teljes vagyok, és mindent tartalmazok. Ugye, és akkor itt kezdődik, hogy most létezik a világ, hogy nem a kaivaljában, nem létezik, nem bukkan föl, míg a kozmikus tudatban, amit mondjuk a glimpsnek, vagy bepillantásnak szoktak hívni, ott pedig valóságos, létező, de az én, az ego nélkül, mondjuk úgy. Tehát kozmikus, az én végtelen terjed. És a kettő között van a hétköznapi tudat, illetve, hogy aki jogával foglalkozik, vagy advaitával, az sokkal nagyobb amplitúdóval tud mozogni ebben a tartományban. És az advaita az tulajdonképpen az annak a felismerése, hogy az elmével én nem vagyok azonos, és bárhol helyezkedik el, és bármilyen formájában bukkan fel az elme, az az elme. Tehát a kaivalja állapotban ugyanaz az elme van, mint a kozmikus tudat állapotban. A kaivaljában már elmileg nincsen elme. Most azért mondom, hogy most erre azt szokták, úgy szokták átadani külön, hogy látensen van az elme jelen. Mondjuk azt, hogy az elme az én, tehát amikor nem bukkan fel semmilyen mozgásból, nem beszélhetünk elméről. Tehát ez így van. Most ezért mondom, hogy az a nulla, az origó állapota az elmének. És elvileg innen kezdődik a teremtés. Na, akkor tegyük helyre. Megint egy olyan kép, mint a kötő és a kínó, tehát nem kell tökéletesen akkor szó szerint. Akkor tegyük helyre a dolgokat, jó? Tegyük, én még azt mondjam, hogy előtte. Tehát, hogy amikor én azt mondom, hogy a Patanjali Dvaita volt, én azt nem szitokszóként mondom. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Yoga Sutrákba felvázolt, bizonyos értelemben, az egy olyan világkép, amiben van kettőség, de nyilván ahova ő jutott, az túl van a kettőségen, és miután azt az ember eléri, már utána nyilván nem is kell azzal foglalkozni, hogy most vajon van-e természet, meg szellem kettősége, ebből a szempontból teljesen lényegtelen. Na, kezdjük úgy, jó, mert ugye ez egy tudománynak volt része, jó? Ugye ez hat rendszer, ezt úgy hívják, hogy dársana, meglátásrendszerek. Nyája, Vajsiseka, Szankja, Jóga, Karma Mimamsa, Uttara Mimamsa. A Védantát egyébként úgy is hívták Uttara Mimamsa. A Mimamsa az azt jelenti, hogy analízis. Uttara Mimamsa, ami az analízis végén van. Amikor a végső betekintés végére látsz, az analízis vége. Na most kezdjük ugye, nyájával indul. Mi a nyája? Az elmének van egy logikai szerkezete. Az igazság helyes keresésének 16 definíciója. Az igazság keresésénye milyen állapotba kerül azzal, hogy az igazságot elkezdi keresni. Ez mindenkiben ott van, ez egy 16 nyája. Ennek hatására a valóságot elkezd ugye, itt kezdődik az első koncepció, ugye kategorizálni, kategóriákba helyezi. Ez a vájsiseka kategóriákba rendezi. Majd az egyes kategóriákba elkezdi megnézni, hogy kihez mi tartozik. Számlál, szankja, megszámlál. Megszámlálja az összes benne lévő elemet, és lemegy a lehető legapróbb részletekig, hogy mi az alapvető koncepcióknak, halmazoknak a végső eleme, aminél tovább nem lehet. Ezt azért mondom el, mert a tudomány ugyanezt az utat futotta végig. De ugyanez. Matematikai logikával kezdődik, ami egy formális nyelv, amiben exakt következtetéseket tehetek halmazokra, koncepciókra. Majd ebben számosságokat, mintázatokat látok. Szankja. Majd ennek a számosságnak és a koncepcióknak a végén megszületik az, hogy ez az egész hol is történik? Jóga. A tudatban. Jóga, citta, vritti, nirodha.
ez az egész, amiket eddig a nyája szankja jogában te analizáltál, ez a saját csittárnak a vrittie, hullámzásai. És valójában ez csak a tudatod, és beáll ugye ebben a realizációban, hogy tehát álljunk meg. Van az, amit tapasztalok, megszámláltam minden részleteiben, az lesz a természet, a prakriti, az összes elemek összerakott, hogy mik azok az alapvető utolsó redukciós elemek, amik kellenek, hogy egy valóság létrejössen, a tudományos ide jutott. Hány elemi részecskékkel, tér, idő, egyebek. Ugyanez, Szankő ezt tartalmazza. Totál. 10 évvel korábban, mint az elméleti fizika, hogy fölfedezte. Majd jön az elméleti fizika, és most hol tart? Rájönnek, hogy de álljunk meg, ez az egész csak a tudat. Itt tart a fizika. Tudat fizikában vagyunk át. Nem kell ilyen gyorsítókat építeni már, ez egy nagy pénzkidobás volt. Mert az egész csak a tudat. Egy elméleti fizikus ezt most már tudja. És elkezdi az önvizsgálatot, ugye? Jön a jogába a bemerülés, hogyha ez mind a tudat, akkor nézze meg, hogy ez a vritti, honnan indul ez az egész. Honnan jönnek ezek a koncepciók, amivel egyáltalán a valóság koncepcióját felfogtam, hiszen kell egy előkoncepció, hogy egyáltalán ezt a koncepciót ide tudjam fogni, és ez lesz a jóga, és ebben mutatja meg ugye Patanjali, és nagyon fontos, tehát ő nagyon erősen advajta volt, azért mert Maharishi Patanjali volt a hivatalos neve, az azt jelenti, hogy ő a teljeset látta, csak ebből ő kihozta, mint Rishi, az útnak azt a részét, amit viszont tökéletesen látott, mint minden Maharishinak is van, egy tökéletes látásmódja a tudásban, ami az ő léte, amiben ő megtestesült, és neki a jóga volt, és akkor az összes jóga rendszer, addig szét voltak az összes ilyen irányzat, a tudat megközelítése, a tiszta tudat megközelítésének az irányzatai, összefogta egy egyesítő műbe, ami lett a jóga szutra. A jóga vezérfonala. Az egység tapasztalatához vezető, a kaivaljához, a tiszta tudathoz, ahol a vritti megszűnik, a vritti megszűnéséhez vezető ösvényeknek az egyesített útja, ami aztán átadja a helyét a karma nyomszának, amikor a tudatod most már tiszta, de attól még lesznek vrittjei, csak most már tapasztalod, hogy ki az, aki a vrittit tapasztalja, jön a kettőség, ugye a tanúskodó szemlélődő, aki látja már ezeket a hullámzásokat, de már nem azonosul vele, csak látok. És akkor látja a vrittit, de közben megtartja a saját állapotát, ez a karma mimamsa. Látom az aktivitást, de még én nem azonosulok az aktivitásra, azért lépünk túl itt a karmát. Nincs karma, karma mi van szó, végre jut az a, ugye a karmának, hogy a karma is valójában a tudatban van, de ekkor még van egy kettőség, és ekkor a karma mi van szának, az uttara mi van szó, hogy rádöbbensz, hogy valójában ugye ezek továbbra is csak a tudaton pulzációi, a tudaton pedig maga a tiszta tudat, a csend, tehát valójában a csend pulzál önmagában, vagyis nincs cselekvés, nincs aktivitás, mert amit aktivitásnak látok, az valójában úgy csak a csend mozgása, és ekkor az advajta. A végső realizáció. De azt, amit aktivitásnak láttál eddig, amit az egész analízis ugye végigtál a darsanákban, és a világegyetemnek a végére jutottál, kiderül, hogy az olyában csak a csend, és soha nem is volt más. És ekkor bekövetkezik az advajta. Realizálom. A meglátás, a darsana teljes. Igen, és ekkor bezárul a kör. És ezért nagyon fontos egyébként, hogy megértsétek, hogy ez miért majd egy értelem szintén következő realizáció lesz. Ez már nem tapasztalás, mint a jóga. Ez már nem a jogán keresztüli további analízis, karmimamsa, ez egy végső realizáció, ezért ilyen értelemben a nyájához kapcsolódik, ez az értelemben fog bekövetkezni, amikor az értelem annyira kifinomodik, ugye a megkülönböztetés nektárja, hogy az értelem már nem sokféleségnek látja a sokféleséget, hanem a sokféleségben is ezt az egyet érzékeli. De ez a tudatban zajlik, és ettől lehet advajta, hogy túl van az összesen, ami elvezetett a karmimamsához. Mert ezek egy lánc, ez egy tudomány. És be is lehet csoportosítani ugyanígy, hogy Rishi, Devata, Chandas, hogy az egyik ide tartozik, a másik ide, a harmadik oda. És még egy 450 féleképpen lehet csoportosítani, szétosztani. Nem lehet, mert a Védában ezt tökéletesen definiálva, önmagában definiálja. Ez egy végtelen folyamat. Ezt el tudom neki mondani, a matematikában is önmagát definiál, nincs ilyen, hogy hányféleképpen. A matematikában önmagától definiálódik a logikában a teljes logikának a végső elemei. Ott nem ilyen, hogy a matematikus kitalálja, ezt most már tudjuk. Hogyha ez pontosan így lenne, akkor egy minden matematikus megvilágosodna. Hát meg is a végén. Remélem, itt ő mellett egy. Kevés megvilágosodott matematikus. Igen, mert ez a realizációnak a végén, ott az egy elég ütős élmény mindegyiknek, és akkor nincs mellettük egy vezető, akkor igen, akkor könnyen bekerülök a elmegyógyintézetbe, ott meg aztán előadás segítenek rajtuk, de egyébként pont ez a realizáció megvan neki.
Én azt mondanám, egy pillanat jogikus és akkor kijön a szó, hogy van egy valóban a hat darsanának, vagy a hat hindú filozófiának van egy ilyen megközelítés mondja, vagy értelmezési lehetősége, amit Dino felvázolt, tehát hogy ezek így egy ilyen fejlődésnek a lépcsőfokait jelentik. Van egy ilyen értelmezési lehetőség, egyáltalán nem fogadja el mindenki, ezt tegyük hozzá, hanem úgyis szemlélik ezeket, mint különböző iskolákat, metafizikai iskolákat, vagy éppen mondjuk ismert elméleti iskolákat, és így tovább. Én azt mondom, hogyha ilyenekről beszélünk, akkor menjünk vissza a magához a művöz, és abból igazoljuk azt, amit mondunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Patanjali jogája advaita, oké, akkor azt igazoljuk a joga szutrákból. Ne egy olyan elméletet hozzunk fel, amiben benne van a kozmikus tojástól a világegyetlen feloldódása, mert abban nagyon sok mindent bele lehet rakni, de én azt mondom ide, hogy akkor beszéljünk arról, ami Patanjalitól fönnmaradt, a joga szutrák, ez van leírva, ez és ez így értelmezhető, ez és ez így nem értelmezhető, és bizonyos jó indulattal lehet ezt és ezt róla állítani. Jó, csak ennyit tettem volna hozzá, és Miklós, akkor... Köszönöm szépen! Abban a kérdéssel kapcsolatban, hogy áll az advaita, itt Magyarországon szeretnék néhány szót szólni, és talán mindjárt azt hozzá is kapcsolhatom, amit most mondtál Patanjali Yoga Sutrájáról. Az pedig az, hogy ennek az alapvető megértése a szutráknak az alkalmazása, tehát a tapasztalaton keresztül való bebizonyítása annak, hogy igenis ezek a lépések oda vezetnek, hogy te átéled azt, amit az advaita kijelent, hogy te vagy, Satchit Ananda, teljes tudat, teljes lét és teljes üdv. Budapesten van, most már 9 éve működik a filozófia gyakorlati iskolája, ahol az advaita filozófia alapján gyakoroljuk az advaita filozófiát. És van közvetlen kapcsolatunk egy Shankaracharyával, aki Shankaracharya, egy Shankara tanítója, aki az advaita filozófiának, az összefoglalójának a ma élő egyik képviselője. A Sri Maharaj Shantananda Saraswati. Illetve az hagyomány, a Maharaj is jön, mert Shantananda Saraswati. Hát ugyanúgy. Gurudev volt mind a kettőnek a tanítója. A Jyotirmakti, igen. Bocsánat, correction, mert Shantananda Saraswati meghalt, és az utódja Vasudevananda Saraswati Sri Maharaj, meg végig kell mondani. Tehát csak ennyit, hogy igen, az advaita filozófia él Budapesten, ez működik már 9 éve. Ahogy működik, az esti tanfolyamok, 10 hetes esti tanfolyamok. Van honlapunk, a honlapunkat nagyon könnyű megtalálni, mert www.filozofia.hu, és minden ott van. És ha megengedjük még egy mondat, az, hogy a következő 10 hetes tanfolyam az holnap kezdődik. Hát igen, most ebből különbözünk, tehát mindenképpen, hogy a Ganga vonala azt mondja, hogy nincs, tehát tanfolyam formájában ezt nem ilyen lehet tanulni, hogy nincsenek lépések, nincsenek módszerek és nincsen fejlődés, mert hogy az advaita attól advaita, abból indulunk ki, hogy most, hogy egy van, abszolútum van, ezt fogadjuk el, ettől advaita a tanítás. Ezt nem lehet se szétbontani részekre, sem két abszolútum nem létezik. Csak arról lehet mindig beszélni, hogy éppen az az egy felismerés, vagy az az egy koncepció, ami ezt eltakarja, ezt a felismerést, az micsoda. Tehát, és ez mindenkinél más, minden pillanatban más. Egy koncepció eltávolításával elvileg meg lehetne a felismerés, csak az elme hajlamos átugrálni egyik koncepcióról a másikra, de hogy pont ez a lényeg az advaita tanításnak számomra, hogy a advaita tanításokat föl lehet rendszerekbe foglalni, módszereket tudnak adni, könyveket tudnak adni,
a tanító tanítványainak a tanítványai tudják tanítani, mert hogy van egy rendszer, míg az advaitánál ez nincs, csak a tanítvány vágyából megszülető tanítás az, ami igazából létrejön, és ez csak a mesterrel folytatott párbeszéd formájában lehetséges. Ami szintén nincs. Kérdezhetek, hogy az elején mondtad, hogy ti sem feltétlenül értetek mindenben egyet, és hogy te Vanga Kakától, vagy vele tartod a kapcsolatot, te pedig Papa Csival találkoztad, ti miben nem értetek egyet, azt mondom. Hú, ez nagyon, ezek már ilyen nagyon ilyen szállásulatos dolgoskák. A Istok azzal vádol engem, hogy egy nihilista advaita nézőpontot képviselek, tehát hogy én azt mondom, hogy most egy dvaita szemléletmóddal rendelkezünk, ezért annak a tagadásán keresztül tudjuk az advaitát látni. De abszolút igaz az is, hogy a mindennek az elfogadása, vagy egy, nem tudom ez micsoda, a kozmikus én megélése az ugyanígy rámutat, vagy felismerés hoz az advaitában. Szerintem ez nem egy komoly dolog. Az Istok nem ezt állítja, most nem ezt mondtam. Ezzel szóval te rátegyek. Azt gondolom, hogy ezek inkább a mindenkinek a saját habitusából fakadó megértési útvonalak mások. Tehát valószínűleg, hogyha Ganga leülne a Nisargadatta Maharadzsal, akkor nagyon elvitatkozgatnának, vagy nem biztos vitatkozni. Most ez nem jó hülyeséget mondtam, de mondjuk elolvasna a könyv, és akkor megkérdezni, ezt most pontosan hogy értette, mert hogy ő egyszerűen más értelemben használ egy bizonyos szót, és ettől az egész mondat már egy más megközelítést kap, és akkor ezzel jól vitatkozgatnának, azt mondják, hogy ezt most ott pontosan mit akart ezzel mondani, inkább erről van szó. Ez a holdra mutató újnak ezt ismertek ezt a tanítást, hogy áll a tanító, és rámutat a holdra, és mindenki az újját nézi, és mondja, ne az újamat nézzétek, hanem a holdat. Itt pont erről van szó, hogy van két tanító, különböző méretű és színű, és nem tudom milyen újjal, ugyanabban az irányban mutattak, nem az újakat kell nézni soha. Tehát nem kell feltétlenül összehasonlítgatni ezeket a tanításokat, hanem azt kell látni, hogy ott elfogadod-e azt a tanítást, mint holdramutató tanítást, vagy azt mondod, hogy ez nem abban az irányban mutat, és akkor nem foglalkozol vele. Ha elfogadod, akkor pedig ott abban a pillanatban minden, hogy mondjam, koncepció és prekoncepció nélkül meg kell próbálnod abba az irányba elindulni, amerre mutat. Érted? És akkor egymásnak teljesen ellentmondó kijelentések is mutatkoznak az irányba, abban a pillanatban számít. Azt hozzátenném azért Sankaránál, tehát hogy Sankara bár ugye a végső tanításnak volt az inkarnáció, ugye ő Vedanta inkarnétként van számon tartva, de azért ő neki volt egy másik titulus, amit már 5 éves korában megkapott, ezt pedig a minden tudó Sankara. Tehát nem véletlen volt az, hogy ő miért tudta rendszerbe rakni az upanisádokat, mert fejből tudta az egészet. De ugyanígy fejből tudta az összes védát, mindent, és ugye az összesből meg tudta mondani, hogy mindegyik ugye a holdra mutató új. És meg tudta mutatni, hogy ez is, az is, az is mind Brahmanra mutat, és ez egy Brahmanból ered. És ezért tudta megalapozni a teljes advaitát, mert nagyon fontos az advaita, úgy fordítjuk, hogy a tudáson túli területen az összes tudást azért hordozza, ugye, tehát a teljes tudás otthon, amit már nem tudsz ugye külön tudásokra mutatni, mert az egész benne van egyébként. Most megint csak én, ugye nekem ez a habitusom, a matematikára tudok hivatkozni. Ugye az összes kategóriák kategóriája, az már nem lehet kategória. Érthető? Az kívül esik az egészen. Tehát nem tudok belehelyezni. Tehát ugyanígy az összes tudás tárháza, az már nem lehet egy tudás, hanem az advait. Mindenben benne van. És ezt mutatta meg Sankara, és ő ugyanúgy otthon volt az összesben, mert mindent tudta. És mindegyikben élte, hogy ez a valóság hogyan emelkedett ki abban a risiben, az ő egységében, mint a tudásnak ugye egy eleme, mert abból kell összerakni ezt a valóságot, ugye az Istenek abból gyúrják össze nekünk ezt a mozit. És ugye abban meg tudták mutatni, hogy ez is Brahman, az is Brahman, az is Brahman, tehát hogy alapvetően az anyag egy, csak hogy az anyagból ki mit gyúr, az egy kicsit változhat. De megmutatta, hogy az továbbra is csak a gyurma, mint hogy a vacistában is van. A gyűrű, az lehet, hogy gyűrű, de az arany. Mint hogy a kötél, meg a kígyó, ugyanilyen tanításon ott is. Hogy a gyűrűt te látod, az csak arany. És ez is ugyanúgy, te látod azokat a koncepciókat, ami létrehozza a valóságnak ezt az összetett koncepcióját, de ez ugyanabból az anyagból van gyúrva, ami koncepciót tud létrehozni, az pedig Brahman.
András, egy pillanat, hogy reflektálok is pár előtt. Annyi, hogy biztos, hogy van abban igazságot mondasz, de azt is érzem, hogy összemosol egy picit a dolgokat, mert ne felejtsük el, hogy Sankara hitvitában legyőzte a különböző iskoláknak a képviselőt, azokat tette tanítványává, és a írásainak is egy nagy része arról szól, hogy a különböző gondolati iskoláknak a nézeteit megcáfolja. Nem, elvezeti őket, hogy eljutottál eddig, de ez még nem a vége. Nem megcáfolta. Nem megcáfolja. Nem, elvezette, hogy rájöjjön. Nem ugyanarról veszem. Hát ugyanaz, érted? Csak nagyon furcsa, hogy a cáfolatnál azt mondja, hogy ez nem igaz. Ez Sankara nem mondta nekik, hogy ez nem igaz, csak azt mondta, ez még nem a vége. És ne állj meg itt. Nem azt mondja egyébként, hogy ez nem, hogy most ne az áraos. Amikor a buddhistákkal vitatkozik például Sankara, akkor azt mondja, hogy igen, igazatok van, de ez nem teljesen nem azt mondja. Egyáltalán nem azt mondja, hogy igen, igazatok van, de mondjátok meg kicsit jobban, akkor nem így beszél, hanem szépen tételesen felsorolja, hogy az ő gondolati iskolájukban, felfogásmódjukban mi az, ami nem elfogadható, és azt ő szépen érveléssel végigvezeti, és olyan jól csinálta ezt, hogy például hozzá kötik azt, hogy a buddhizmus kihalt Indiából. Azért született le? Azért született le? Azért mondták, mert a buddhizmus a kettőség tudta elvenni a tanúskodót. De hogy úgy fogalmazunk, hogy rámutat, hogy abban a tanításban, amit ő képvisel, mi az, ami nem állja meg a helyét, és ezáltal tovább tud lépni, akkor mind a kettő tőknek igaza van, és ugyanarról beszéltek. De úgy mutat rá, hogy azt mondja, hogy ezt mondod, ebből ez következik, és ez így ebben a formában nem állja meg a helyét. Tehát menj tovább, vidd tovább ezt a gondolatot, tehát igaz, de megcáfolja gyakorlatilag a buddhista, akkori buddhista vallás tanítási koncepcióit, azt megcáfolja. És igen, azt mondja, hogy és nem csak ez ilyen maga nem állja meg a buddhista, a végében összesen, de hozzátenem, hogy ott van Nisargadatta viszont, aki azt hiszem, hogy most nem akarok ilyesért, aztán egy könyvet nem olvasott elérhetében, egy abszolút tanulatlan és egyszerű ember volt, egy darab tanítóval találkozott, és azt hiszem, hogy 3 évig volt mellette, most nem vagyok jó már számokban, nem? Hát szerintem előbb meghaltam. Igen? Másfél évig, rövid időn keresztül volt mellette, és utána egy tökéletes advaita tanító volt, fogalma nem volt az összes többi írásról. Nem is érdekelte. Nem tartalmazza az advaita olyan értelemben azt a tudást, persze, hogy ő tud beszélni a többi. Nem is kell, ezt Sankara már megtette, tehát én értem, hogy Sankara ott indjában ezzel pontot tett az egészet, tehát azt már nem lehet überelni. Hát az Sankarára, De azért mondom, de attól függetlenül, hogy a realizált csapat. Az vagyok, és a végén nem tudok kijönni, mert nincs egy fonalam. Mondjuk esetleg Sankara ki tudott jönni, de mondjuk nincs. És ugye Sri Ramana Maharishi említette azt a bizonyos királyutat, hogy ezt egy csodót, hogy ki az, aki benne van ebben a koncepcióban, ki van ebben a labirintusban, ki vagyok én. És tulajdonképpen ezzel át lehet vágni minden koncepciót. Hát ez ő egy tanítási módszer. Azt mondta, hogy van, aki ezt át tudja vágni, és van, akinek még itt kell járni az utat, és el kell jutni a divapontig, ahol ez a felismerés. Így van. Ezért mutatjuk ki, hova valatom a felvődésben. Tehát, ha tudod, akkor csináld a sorkatot, ki vagyok én, ha nem, akkor ami a te értelmi színvonalodnak megfelel, legyél bhakti, legyél ez. Na, csak ez a fontos, hogy viszont nem mondja azt soha egy advaita tanító, hogy ezeket a lépcsőket végig kell járni, hogy van valamilyen módszer, aminek a használata elvezet a felismerésre. Nincs ilyen módszer. Hogy ő meg ennek a tudója, ezeknek a lépcsőknek. De nincsenek lépcsők. Ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy nincsenek. Neked? Lehet, hogy neki ezek a lépcsői. Bocsánat. Nagyon fontos. Ezt tisztázzuk le. Tehát onnantól nincs lépcső, amikor már rájössz, hogy nincs lépcső. De mire erre rájössz, addig volt lépcső. Ezt még nagyon jól megfogalmazt, most akkor nem arra sem fogom nézni, hanem magát ugye lehet ismételni ebben ugye Tolvét, aki azt mondta, hogy akkor döbbensz rá, valójában nem kellett idő a felismeréshez, amikor rádöbbensz erre, hogy nincs idő. Arra nem kellett idő. Csak Tolle nem egy advaita tanító. De Gergő, mi szükség van arra, hogy itt változunk meg a könyvekre, hogyha nincs semmi, tehát igazából erre sincs szükség. Nagyon jó, ez egy advaita kérdés. Ez egy nagyon jó advaita kérdés, tehát szóval. Nincs szükség. Ez egy kérdés, mint hogy a döglött még akkor
Ez benne van egyébként. Ez egy nagyon jogos kérdés. Ezt én betettem, mert ugye van egy ilyen tanítás, ha elolvasátok a három nem létező herceg sétája a világban, a nem létező világban, és ott ez be is tettem, hogy a magyar hagyományban ez milyen szépen felmaradt, mi ezt a dadus meséli az éppen még cseperedő gyereknek utabban a történetben, hogy mondja meg, hogy mi a végső igazság, és elmondja neki, hogy ha erre fogsz emlékezni egész életed végig, akkor semmi baj nem lesz, és elmondja, hogy a három nem létező herceg, a nem létező folyóban megfürödve, amiből ittak egy nem létező pohárban, nem létező rüzzel, darabban, végülse az egészet, hogy ez a világ, és a mi hagyományunk ezt tökéletesen be van emlékeztek, ódába tanultuk ezt, pont ezt a lelsikét, hogy száraz tollak, leves parcsán, tömörnék a korútja, hallgat cselségét, ki a bízik a nubicko, tehát mi már adbajtában nőttünk fel, úgyhogy... Tehát akkor jön egy kiválasztott népen. Nem kiválasztott, Isten mencs. Bár a Vishnu Puránában van egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy Vasista hogy teremtette a hunokat, de most nem akarok már lenni. Az jobb. De szerintem van még valakinek van fontos hozzáfűzni egy kérdése, mert azt érzem, hogy ez egy ilyen, pont egy ilyen végtelen vitába torkul ismét, mint ahogy az elkezdhetetlenül létrejön. Rosszul érzed. Tessék? Rosszul érzed. Hogy? Rosszul érzed. Mi? Hogy ez egy elkerületetlenül vége érzed. Minden érzésed téved is. Nem létezik. Igen? Csak azért mondom, hogy szerintem itt már ez bőven elég volt, de hátulnék vagyok rajta. Azért kérdezik, hogy van-e valakinek olyan kérdése, amiről még beszélünk. Akár egész gyakorlatilag. Mert mi itt azt mondja, hogy mi szépen elvitatkozgatunk végtelen. Elbeszélgetünk. Nincs baj a vitával se. Még van egy olyan felvetés a dinoiknak, hogyha jól emlékszem, hogy hívjuk meg egy Vaisnava tanítót, és vele vitatkozunk, az még szerintem még rosszabb lesz. Tehát az maximális szórakozás lesz, mert hogyha mi a dinóval nem tudunk így dűlőre jutni ilyen alapkérdésekben, akkor akik tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ugyanazt a tanítást képviseljük, akkor jön egy Vaisnavával. Én teljesen nem tudok vele jutni, csak én tudom, hogy te már miért mondod ezt, csak nem mindenki biztos, hogy ott van, ahol ez érdekes egyébként, ez úgy tetszik, hogy én egyetért veled, te nem értesz sokáig. Igen, ez elsőbb, megmondom őszintén. Tessék? Ez elsőbb, vagy nem? Ez egy elég érdekes tessék, dolog egyébként, hogy maga ez is, hogy adva itt a tanítás. Ez kettő együtt kizárja egymást már maga a kijelentés. Ezzel egyet tudok érteni. Próbálj! De ugye ő azt mondja, hogy nincs. Pont. Nincs semmi sincs. Na, akkor ezt csináld meg. Nem és akkor innen semmi sincs, nem kell csinálni ezt, hogy semmi sincs. Az adva itt áll, hogy itt a sincs. Nem kell vitatkozni. Ezt mondom. Nem is kell. Te kifejtett valamit, ott a valamit, te kifejted azt, amit Isten kifejtje azt, amit mi meghallgatjuk, és mi úgy gondoljuk, ahogy mi akarjuk. Ez nem igaz. Csak ez valami azt elkerülhetett. Csak hogyha én mondjuk azt mondom, hogy Sankara az egy keresztény plébános volt, aki mindenféle sátáns szövegeket írt, akkor nyilván föl fognak ördön, és azt mondják, hogy ez így ebben a formában számunkra nem állja be, és akkor erről szól a vitát. Tehát ez legyen az, hogy akkor minden belefér, mert én ennek nem vagyok a hitet. Én szerintem az az előadásomhoz a maga lenyében hitelesség. De most nem is arról szól, én azt mondom, hogy szerintem ilyen ténykérdése, én például hitvitákat abszolút nem szeretem, és nem is nagyon merülök bele, de amikor tárgyi dolgokról beszélünk, akkor viszont én azt mondom, hogy már pedig igenis ott maradunk a megmondom őszintén, hogy most én akkor csak, hogy tisztázzuk, hogy én mit gondolok erről, hogy ne legyen félreértés. Egy advaita vonalat képvisel a dínó, viszont a dínó az folyamatosan egy dvaita nézőpontból, a testről, a módszerekről beszél. Ami számomra, de ez számomra is rólam szól, vagy nem tudom, tehát én azt mondom, hogy Vanga Itzene neki se tetszene, de ezt most nem akarok a nevével nyilatkozni. Azt mondom, hogy ez így ebben a formában, mint tanítás, nem állja meg a helyét. Hogyha én azt mondom, hogy én most az advaita az arról szól, hogy nincs semmi, pillanat, hadd fejezzem be, azt mondom, hogy az advaita abból indul ki, hogy nincs semmi, de most akkor kezdjük el, hogy is kell megcsinálni egy ilyen asztalt, csavarozzuk össze, mert hogy az advaita az tartalmaz minden tudást, most beszélgessünk arról, hogy hogy kell kicsavarni rendesen ezt a lábat az asztalból. Ez számomra idétlenség. Ugyanilyen idétlenség arról beszél, hogy MRI-vel mérjük a agyhullámokat, és ugyan idétlenség arról beszél, hogy milyen módszerekkel lehet eljutni az advaitához. Ugyanilyen idétlenség elszaladni gondom mellé leülni. Érted? Hát a másik valaki mellé leülni.
van benne valami. És hogy azt mondod, hogy a ganga tanítása. Mintán a ganga azt hallja, hogy nincs tanító, így nincs tanítás. Ezt el tudom fogadni. Ezt el tudom fogadni. Egy pillanat, csak egy kérdésem van lenni. Én egy józan paraszt észrevőztem. Azt mondta először, hogy rámutatta arra, hogy az miért nem igaz. Most ezt csinálta. Ő pedig állít valamit, hogy ez így van, és ebben a formában így működik. Megengedtek ezt egy kísérletet, csak megmutatom, jó? Azt meg tudja várni, mert ő tud várni. Ismerjük őt. Egy józan paraszt észre tudsz várni, érted? Ez az advaita képlete. Így van. Ez itt az egész matematika, amivel hajtottak benneteket évtizedeken keresztül. Aki ebben látja az egész matematikát, az egy agybajta tanító. Ez a semmi struktúrálása. Itt van az egész matematika, minden struktúrája itt van. Vektorok, számok, a nullából öröztetve halmazok. Még a topológiát tehetném, de most ezzel nem szóval a beteget. Ennyi az egész matematika. Akkor kérdem én, mi a fasznak tanítottak bennünket a nyémi? Mert ebből is ki lehet bontani, na így gondolom, hogy az advajtából te tudsz asztalt csinálni, mert én ebből most léthatom ide neked, hogy hogy lesz asztalt. És csak két, amikor már a semmi helyre betezünk változókat, nézd csak! Az advajtából lehet aztán csinálni. Na nézd csak! Nézed, figyelj, beteszel a semmibe, hogy koncepciót is tartott fel. Ez is még továbbra is semmi, csak már kicsit másképp nevezem el A, mi B. Először helyetől lehet 1, vagy 2, vagy 3. Ez egy nagy félreértés, amit csinálsz. Nem, szerintem. Az advaita az azt jelenti, hogy abszolút. Nem lehet részekre bontani, nem lehet leírni. Akkor abszolút. Nincs kettő és nincs részek. De az abszolútum. Igen, de az minden. Arról nem lehet. Nem tudsz kilépni az abszolútumból és felmutatni. Buddha most azt mondta, az abszolútumból azt mondaná, hogy az győz, aki először csendben marad. Tehát Buddha ezt mondaná. Nem hiszem, hogy Buddha jelenik. Tehát aki először képes elhallgatni. Tehát le tudsz mondani az igazáról. Nem, nem erről szólt. Most megint azt mondod, hogy azon a sérülőszörképes. Aki először képes tudni letudni. De ki mondta az igazáról? Van egy lemondó, aki lemondta az igazáról. Nem kell semmi definíciót felnényeként. Én csak megmutattam, hogy az legyen, hogy a semmiben igenis benne van az összes tudásnak a struktúrája, amivel éppen ha lehet ilyet hozni, tehát hogy egy adalta tanító igenis össze tud adni asztalt, ha akar. Az más kérdés, hogy akar-e? Az már más kérdés. Tehát egy advaita, bármelyik advaita tanító képes lenne egy atomreaktor megépítésére? 100%. Ezzel jutok egyet. Majd összehoznak Sankarával. Ez kedves lesz. Mit szólsz ehhez? Összehoznak Sankarával? Az eredetivel? Engem nem zavar Sankarával. De akkor nem Gangához kell menni, Sankarához össze kell. Tehát azt mondod, hogy Ganga tanítás az nem... Nem. Azt mondom, hogy Ganga tökéletes. Ugyanaz, csak én azt mondtam, hogy... De mind a ketten tudnak atomreaktort építeni. Hát szerintem Ganga is tudna, ha akar. Tudna Ganga atomreaktort építeni? De elég sok évet töltöttél Gangával. Mit gondolsz te erről? Mit válaszol a Ganga arra a kérdésre? Tud-e a Gangával? Az, hogy gyere vissza, mi? Ne vissza a forráshoz, és ne játszod az agyadat ilyen hülyeségekkel. Ezért ez a munkája, de neki az a munkája. Ő abba él, ő abba van. Az nem mondod, hogy te meg ember. Csak nem mondja azt, hogy ez abba itt. De épp azt mondtuk, az abbajnál megmondod. Csak ahhoz, hogy az, de hogy nevetne benne? A vitatkozás, hogy mi? Mindjárt kell használni. Azt mondjuk azt, hogy az én egóm az mit csinál. Nincs lehetőség, nem azonosul az én lakjába. Nem lehet, hogy beszélgetünk. Ha titeket zavar az én egóm, az mindenkinek a saját problémája. Én vitatkozós vagyok. Szótlanul hallgatni, csöndben. Hogyha valaki olyan gondolja, hogy ennek ordítva az embereket, hogyha nem tetszett neki valaki, eszébe nem jutott csöndben maradni. Ramana az ilyen kis szent típus volt, és mindenkire mosolygott. Ez nem úgy függ össze. És tovább, hogy nem tetszik, ő meg nagyon pontosan értem ez a történelmi történéseket. Én nem tudok szanszkritul se ilyen furcsa nyelveken, már magyarul is egyre kevésbé. Szóval ez az advaita dolog, ez definiálható úgy, hogy minden. Definiálható így? Ez az a szó, hogy minden. Hát nagy félreértés lenne. Nekem úgy tűnik, amit így felvázolsz a reakció, mint a tagadás filozófiája. Én így definálnám. Ezt mondtam neked az előtt, hogy én azért tűnik úgy, hogy tagadok, mert azt mondom, hogy most egy fajta nézőpontban ülünk.
ugye? Körülnézel, materialista világképpen rendelkezel, elkülönültséget tapasztalsz. Ez így ebben a formában nem igaz, tehát én ezt tagadom. De azt honnan tudod, hogy ő mit tapasztal? Nem így van. Én csak honnan tudod, hogy ő mit tapasztal? De kérdezem tőle, nem ezt tapasztal? Mindenki ezt tapasztalja itt valószínűleg. Honnan tudod, ezt hogy ő mit tapasztal? Nem ezt? Mindenki materialista mit tapasztal? Honnan tudod, hogy te? Kulturálisan ugyanazok a... De honnan tudod, hogy ő mit tapasztal? Te csak azt tudod, amit te tapasztalsz. Te csak azt tudod, amit te tapasztalsz. Bocsi, de honnan tudod, hogy Buta mit mondaná, ahogy te? De jó, hogy mit tapasztalsz, ha körülnézel? Elkülönültséget tapasztalsz, vagy egységet? Össze azon találkozott vagy? Egyszerűen. Én választottam ki ebben a pillanatban, ebben a minden pillanatban én választottam ki, hogy elkülönültséget, vagy egységet. Buddha egyébként nem mondana semmit. Buddha nem beszélné az információs tanítási módszereket. Egyébként ő nem is tanított így. Én nem tudom, nem ismerem. Tehát ő nem információkat közölt, hanem sokkal többet. Ezért történeteket mesél, nem információt. Csak egy buddhista tanító vagy? Az információ az a forma világában tart, és ez a hiba. Amikor informatíve olvasol egy könyvet, akkor a forma világában maradsz. Amikor a vasista jogát olvasol, akkor kikerülsz a forma világából. És ez hova? A különbség. Nagyon jó kérdés. Hova kerülsz ki? Mi van a forma világán kívül? Az A-tól C-ig, az A-tól Z-ig, és ki kerül oda be? Az az Isten. Az alfa és omega. Az Isten nevében. Az van, hogy az a minden, már megint csak az van minden. De a teljesség, meg a minden az nem ugyanaz. De sekélyes a nyelv ahhoz, hogy ezt így tudjuk. Visszakérdezel, miközben az advajtáról meg azt mondtad, hogy ez most akkor ellentmond a saját magadnak. Akkor most visszakérdeztél hozzá olyasmire, ami elmondva. Mert az van, az ő kérdése mögött, az ő koncepciója ez volt. Honnan tudod, hogy mi van a koncepció? Hát mert a kérdésedből következik, hogy milyen koncepciód van. Nincs is kérdés. Te ugyanúgy akarod valamit megvalósítani most itt között. De az én egóm, az nem függ össze az advaita tanítással. Az abszolút nem függ össze, az biztos. Ez senkinek az egója nem függ össze. Így van, mert az nincs. Mert akkor azt mondom, hogy ez most ebben a formában nem állja meg a helyét, az már önmagát tagadja. Tehát most bocsáss meg, István, ugye? Említett, hogy valamilyen nagy tanító, vagy egy ilyen lehetetlenséget említett, hogy nagy tanító, sátánista pap, meg mit tudom én ilyesmi, abban például ezt kimondtad, ennek realitást adtál. Ez realitás. Épp ugyanolyan realitás, mint amikor kimondod rá, hogy ez lehetetlen. Mert hogy... Nem adtam realitást, ez szerintem ez... Persze, látod, ez már rögtön ezzel már igazolod. Ez nem is szó. Tehát, mondd el neki. Pont ezzel igazolod. Milyen szar? Nyúlszarvá. Na, ez légy szíves, Andrej. Ez a nyúlszarvá, amiben realitása van, de kimondhatod, hogy de nincs olyan, hogy nem helyes, meg hogy helyes, hogyha te azt képzeled, ha te az abszolútumot képviselő gondolataim, hogy bármiben, akkor nem tudsz egyszerűen különbséget tenni, és ilyenből mondod azt, hogy most ez megállja a helyét, ez nem állja. De ez egy félre érökségtétel, az egy nagyon fontos tulajdonság, tehát a másokkal eltartottunk. De az már a tökéletes kettősség, az a folyamatos kettőzés. De az egységben tartozik, hogy a véleményemet egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy az Advaita nevében az ilyen típusú beszélgetéseknek abszolút sem értem. Tehát, hogy ezt kijelentem. Mélységesen ezt gondolom. Attól függetlenül beszélgethetünk az Advaitáról, meg könyvbemutatót is tartatunk, mindenféle csináltunk, csak tudjuk közben, hogy nagyon szájtépés lesz, felesleges. Én azért próbálok mindig visszamenni egy kicsit hogy mondjam, tehát ha már beszélgetünk, amikor legyen tényszerű egy kicsit, tehát a szatszang az más, tehát oda kell egy megvilágosodott tanító, aki válaszol a kérdésekre. Én azt hiszem, hogy én a saját jelenben kijelentetem, nem tartom magam annak, a többiek nem tudom. A beszélgetés úgy alakult, hogy úgy tűnik, hogy nem megvilágosodott tanítók válaszolnak a törekvő kérdéseire. Ami attól függetlenül szerintem persze jó, hogy összejön, csak tudjuk azt, hogy azért itt nagyon elcsúszik, hogyha egy ilyen hitvitában a másik meggyőzésében átmenni a dolog, és... De én nem érzem. Egyébként ezt például már így önmagában az Advaitából egy totál tévképzet, mert alapvetően mindenki megvilágosodott az Advaita szerint. Tehát akkor mi alapján mondhatjuk, hogy nem vagyunk megvilágosodott, de mindenki megvilágosodott. Csak nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Én részről elmondanám, hogy én azért nem járok semmiféle ilyen előadásokra, még semmire, mert majdnem az elején 20 évvel ezelőtt eljártam, de majdnem mindenhol csak más szintű ilyen viták vannak. De azt azért elmondanám, hogy én most nagyon érdekes információkat kaptam,
teljesen mindegy, nagyon, nagyon örülök neki, nagyon oda teszem ahova, és közben tudom. Tudod, akkor... De az annyi gond, bocsánat, csak nem neked szólnak az előadások, ezt ne felejtsük. Igen, csak azért lehet, hogy többieknek is jó lenne, de lehet, hogy többieknek is jó lenne ezt elmondani, hogy ez van, van egy filozófia, és ugye a mester azt mondja, hogy filozófia, mint olyan, nincs is. Tehát az sincs. Tehát most azon a filozófián vitatkozunk, ami nincs is. Viszont ott meg kaptunk egyfajta érdekes előadást egy tanárembertől, aki ezzel foglalkozik, és átvezette, hogy hogy is van ez. Egy folyamatot írt le nekünk. Aminek a konklúziója az, amiben ti is vagytok, remélem, meg remélem, hogy én is valamilyen szinten. De kell vitatkozni, mert... Miért kell vitatkozni? Hát ebből születnek a valamit. Azért, mert szeretnék kérdezni egyet. Az Ilyenes Istvántól, mert én nagyon nagyra tartom, már nézegettem az előadásait a neten, és nem tudom, hogy a DNS és a DNS az kapcsolatban van egymással. Azt az épület felé is elmondtam, engem már sokszor elkezdték, tehát már vonatállomás is kaptam úgy számlát, hogy DNS István. Tehát van valami. És azt szeretném megkérdezni, tudom, hogy titkos vagy félig titkos, hogy az oroszok, hogy említetted az egyik előadásokban, hogy csinálnak olyan DNS számítógépeket, és hogy erről lehet-e tudni valamit meg, hogy a fény forog is, meg nem csak ő maradott. Hát ezt az interneten is megtaláljátok, úgy hívják, hogy Peter Galliev, aki ezzel foglalkozik, 80-as évektől kezdve, tehát ő egy teljesen új típusú genetikai kutatást alapozott meg, ő rájött, hogy a DNS-nek ugye a négyféle fehérjéből, ahogy felépülnek, ugye azokat el is nevezték ugye, a megfelelő nevek alapján, hogy adenozin, timin, citozin és a többi, tehát ugye a CD és a többi neke, rájött, hogy valójában a kódot ugyanúgy lehet értelmezni, mint egy nyelvtani rendszer. Tehát, hogy ez egy, mint egyfajta beszéd lenne. És mint az emberi nyelvtanban is, tehát hogy a nyelvtani és struktúra van benne. És ő ezzel indult el, és akkor utána pedig ugye az volt a következő meglátása, hogy ezt egy teljesen véletlen kísérletből fedezték fel, hogy genetikai anyagot megvilágítottak lézerfényjel. Tehát megnézték, hogy mégis az is egy fehérje szerkezet, és ugye van egy csavarodása, és ugye ezáltal ugye a fénynek is van egy polarizáció, tehát másképpen csavarodik, a fény így is csavarodhat, így is csavarozhat. Most ezzel csinálják ezeket a polarizált háromdimenziós tévéket, hogy az egyik LED így világít, a másik úgy, és akkor a szemüvegeddel az egyik ezt érzékel, a másik azt. Ezen alapul. Most a DNS-nek is a csavarodás úgy néz ki, hogy ilyeneket kód, és ők gondoltak egyet, hogy lehet, hogy akkor valami ilyesmi, és megvilágítottak egy lézerfényen egy ilyen genetikai anyagot, és akkor egy nagyon érdekes, hogy a vákum volt ehhez, egy nagyon érdekes ilyen elektromágneses struktúra jelent meg a lézerfényt, úgymond a DNS, mint hogyha át ugye mint egy antennánál, tehát hogy áttransformálja, tehát egy más típusú rezgés tartományba átviszi az egyébként mondjuk néhány nanométeres lézer elektromágneses impulzust. És ami nagyon érdekes, hogy amikor kivették a genetikai, tehát ezen indult az egész kísérlet, amikor kivették, akkor ez a nagyon érdekes, bonyolult elektromágneses struktúra még 3 napig megvolt a vákumban. És ugye... Bocsánat, nem, csak pillanat, hogy ez már nem ide tartozik, nem, vagy akit érdekel, az... Maradjon nyugodt, mert azon, hogy fejezzük, mert lassan mennünk kell. Ja, és akkor az a lényeg, hogy ebből... Csak az a kérésem, hogy ezt fejezd be nyugodtan, és akit érdekel, az jöjjön. Az a lényeg, hogy ebből rájöttek, hogy a DNS egy ilyen rezgés struktúrát tartalmaz, és ebből egy ilyen hullám genetika alakult ki. Pillanatot legyél le nekünk, addig ide jönnek, és akkor folytasd. Jó. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. És a könyvek pedig most be tudjátok szerezni magatoknak, itt hoztam belőle. A Vász Istábor is nekünk is van még egy pár. Köszönjük! De tényleg, valami nem tudom, hogy csak egy kamerát.